Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 11 perccel. Jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt! Sziasztok! Hello! Hello, Jani Feri! Hello! Gyerekek, süt a nap, hát ez egészen furcsa. Már-már szinte szokatlan, viszont az idő az elég csípős, mert hogy 12 fokot mértem kora reggel, azért az... Itt van az ősz, itt van az újra. Egy szeptemberi hajnal. Hidegecske, igen. Igen. De legalább tiszta az idő. Nincsenek felhők, tegnap este is egyébként már szép csillagos volt az ég, a hold szinte vakított, ma reggel is. Teljesen rendben volt az egész. Na most mi a baj a csillagokkal? Nem, az a baj, hogyha 70-es vagyok, az a baj. Ha 20-as vagyok, az a baj. És hogyha. 60-as vagyok, az nem lehetek, de az is baj. Hogy tegnap szakadt az eső, egész délután. Szörnyű idő volt. Az ember lemondja a szigetet, hogy nem megy, mert hogy szar idő van, és hogy nem akarsz kimenni, ázni, fázni. Jó, akkor menjünk el, legyünk valamit, erre 7 órakor kisüt a nap. Amikor már nem úgy szervezed az életedet, mert nincs át kabát, nem gyerek, leadás, vigyázás. Szóval, hogy tényleg... Nem könnyű ez. Nem, ez nagyon nem könnyű. Hát mi ez a tatás hozzáállás? Hát Woodstockban senkit nem zavart, hogy hát, ígérő sár. Ez a baj, igen, már kicsit betatásodtunk. A gyereket nem úgy, hova, akkor mi kijön el, miért nem már, akit átszerveztünk, hogy vigyál, azt lemondtuk, nem jó, ne, és nem tudtunk kimenni. Miért nem vittétek ki a Bennit is? Hát fel se tudja. Ma jön. A nyakik soros gyerekek közül kiválogatni aztán este. Az lehet, vagy az, vagy nem. Gyerekkora meg nincs. Elvileg ma kivisszük egy kicsit, hadd szokja a fesztiválozást. Meg hát azt hiszem 11 évat ingyen van, tehát ezt hát, is használjuk. Minden, ami ingyen van, az arra megyünk. Igen. Most menjen, mint aztán. Kevés dolog van ott ingyen, akkor legalább ezt az egyet. Legalább ez az egy, úgyhogy ma szerintem kimegyünk, de olyan mérges voltam, mert úgy készültünk, hogy tegnap kimegyünk, aztán délután már tudod, nagy szervezés, lemondás, társaság, nem, ti igen, mi nem, ti se jó van, ti se jó. Akkor senki. Jön az SMS-étől, gyertek, süt a nap, jó idő, gyerekek, hát 30 fok, és a rohadt életben tényleg nem lehet semmit tervezni. De hát, hogy így tényleg semmit, egyszer esik, aztán már ott látod, világosodik, onnan megint jön egy felhő, megint esik, tatásan nyomjuk. Elsőben emeljek ott botorkálni. Voltatok? Nem, mi se, mi ugyanígy voltunk vele. Úgy örülök. Nálunk egész délután szakadt benne a városban, az eső, én is elmentem elintézni a dolgaimat. Mondtad, hogy nem. Mondom, béka, tudod, mit csináljunk? Azt mondja, mit? Nem, semmit. Egy harmadik. És azt mondta, hogy igen. Egyébként igen, de azt egyébként is gyakorolgatjuk, hátha. És aztán így maradt a dolog. Beszéltem kint haverommal, azt mondta, hogy nagyon jó az idő, tényleg semmi gáz nincs, gyakorlatilag kötésig állnak a sárban, és marha hideg van. Tehát, hogy a Duda mellett jó. Kis fújó szél. Ezt most tetszik ez a beszél. Nagy baj nem volt jobb belőle. Majd tegnap úgy bántam, mentünk a rakparton, sütött a nap, elmentünk kajálni valamit, és az iskoláját, akkor most mi az Isten. De a nap sütött már este, abban igazad van, de mondom, a sár nem szárad föl, az nagyon eső jó. Nem szárad föl, és hűvös volt nagyon. Sokkal melegebbet nem mondanak most péntektől vasárnapig, viszont esőt nem annyira. Tehát az nektek mindenképpen jó hír. Az jó. Akkor ma kimegyünk meg, még holnap is kimegyünk meg. Most tegnap az óriás koncertet ugye elszalasztottad, tehát az sajnálatod. Lili Ellen? Nem, óriás. Ez a nevük, óriás. Ja, az óriás. Hősök és halott pénz után vagy előtt. Voltak, igen, hősök, halott pénz, az az elmúlt napok termése, de tegnap óriás buli volt. Óriás volt? Nem tudom. Én sem voltam. Hát sajnos a halott pénz, a hősök, meg az óriás. Nem, ekkora sztárok mellett tényleg nem is csodálkozol rajta, hogy nem fér be egy-két közepesen jó nevű rockzenekar. A rohadt életben. Na, olyan jó ez a sziget. Idén nem leszek kint túl sokat, hogy nem leszünk kint túl sokat. Nem baj, gyerekek, hát mindig van belépő, jövőre megyünk újra. Hát most ki tudsz menni ma, holnap, holnap után. Egyszer már kint voltál, az hát, 4 nap a hétből, az azért nem rossz. Igen, lehet, hogy még megyünk. Ugye vasárnap én már nem, ugye Debrecen, hétfő. De mész Debrecenbe, hogy kicsit bemész a szigetre. Abba van a rock and roll. Kicsit még 8-kor becsúszni a szigetbe éjfélig, és 2-re leéri Debrecen. És elindulni Győr felé. Igen. De öregszem már, ahhoz már öreg vagyok. Szépen papásam, ilyen dél körül elindulunk Debrecenbe. Búcsút veszünk Budapesttől. Nem kajtatunk, mi már ott is. Ha engem őszintén érdekel a dolog, de nem érdekel, akkor tökre ülnének neki, hogy itt a Népligetnél, ezt hazafelé menet valamelyik nap láttam, és marhára szimpatikus volt, tényleg. Őszinte a legszimpatikusabb dolog most ezzel kapcsolatban, hogy itt áll meg egy ilyen szigetes busz közvetlenül a Népligetnél. Tehát gyakorlatilag az ember itt felszáll, és egészen a főbejáratig viszi. Lehet, hogy ez korábban is volt, ez nekem nem esett le, de ez nagyon szimpatikus. Valaki szépen feljön a metróval, ráadásul itt egyébként az autóbuszpályában egy csomó külföldi tényleg itt áll meg, följön itt, ott áll meg a busz,
másik végállomás meg ott van szépen a szigetnek a bejáratán, a főbejáratán. Ez marha jó rendszer. Ingyenes? Ingyenes sziget? Szerintem jár? Igen. Szerintem igen. De ez BKV-val együtt csinálja a sziget? Hát nehéz megmondani. Privát nem transfer. Tudom, nem, mert a maguk a buszok azok a echte BKK régi. Hát akkor az biztos egy, szerintem akkor van külön járat. Igen. Tök szimpatikus. Tehát, hogy ez, hogy egy ilyen direkt járat van, mert azért egy csomó embert ismertem régebben én is, akiket ez a kibumlizás, hogy hívják rá a Budára, és akkor Zárpadon átmegyünk, és akkor ott gyalogunk, és akkor és hévezünk, és akármi, azért az sok volt. Tehát, hogy kellemetlen tud lenni, itt meg felszállsz a buszra, az kész. Jó, mondjuk, hogy nem nagyon akart kimenni. Tehát, aki... Igaz. Tehát, hogy igaz, benne volt igaz, az, őszbe csavarodott adták, és... Igen, valamit keresünk még, ami miatt nem. Egyébként, szóval, hogy Európában nagyon kevés az ilyen fesztivál, amennyire benn van egyébként egy városban. Tehát a legtöbbi az olyan, hogy ki kell utazzál valahova, onnan visszautazni, úgyhogy most egy kis hévezés, az aki ki akar menni, annak nem, tehát, hogy ez nem lehet akadály. De ez tényleg tök jó. De ez nagyon jó. Egy népliget, hajógyári sziget túr. Teljesen rendben van. Teljesen rendben van, nagyon jó közlekedés. Hajóval mennék ki egyszer, azt sosem mentem. Felejtsd el. Nem jó? Melyiket? A BKK-s hajóval, vagy kis motorcsónakkal? Nem, van ilyen hajójárat, vagy ilyen szigetjárat. Azt lehet, BKK-s hajójárat, az van, motorcsónakkal nem tudsz átmenni, mert az nincs megoldva. Miért ott? De ott van. Nem tudsz kikötni, képzeld el. Hát az ott van a izé végén. Volt, hogy megpróbáltuk. Ja? Random módon elkötöttünk egy motorcsónakat, és amíg a tulaj nem vett észre. Nem tudsz, nem engedik, nem engednek kikötni. A kis tégre, kis tégek vannak, a stégeket őrzik, de a stégekre nem tudtunk mi tegnap. Tegnap nem tudtunk mi kikötni, tavaly mentünk. A rendőrbácsik éberek. Meg a szigeten ott, akik ülnek, mondják, hogy ugye ott vigyázzák a feljárót, hogy senki ne ússzon be arról az ágról, meg ott hajók jönnek. Az nincs. Az legalábbis tavaly nem volt megoldva, hogy át tudjál menni. Mondjuk nyilván a lakosság elenyésző százaléka érkezik, mondjuk. Kis saját hajóval, igen. Kis hajóval, de hogy egy ilyen BKK-s hajó az viszont megáll. Tehát az jó, csak az elég tömött. De annak van megállója a szigeten. Azzal tudsz menni. Majd ma kipróbálom. Igen? Hát mit tudom én, hát ha. Azt hiszem, hogy Jászairól indulott, felszállunk, romantikus hajózás. Az átúszás az nem javallott. Eléneklem az Ószóle Miót, többiek leszállnak, ketten a BK-ban kimegyünk. Az jó egyébként annak tényleg. Na, de beszéljük fontosabb dolgokról. Na. Mi van a sünnel? Nem voltam tegnap. Oh. Tudod, mondtam, hogy ma ez tegnap kimarad, elvileg sziget lett. Na jó, de nem volt sziget, gondoltam, hogy akkor beesett az eső. Viszont lehet, hogy a sün pont erre vár, mert hogy esőbe senki nem megy ki, lehet, hogy nyüzsögnek az utcák a sünöktől, mert szeretik az esőt. De kokos. Lehet, hogy ez a sok mozgó valami, ez mind sün volt. Azok sünök. Hát lehet, hogy sünök voltak. Nem, mondtam a Beninek, hogy tegnap nem. De úgy nem is nagyon kérdezte, úgy feküdt le, hogy ma igen. Aha. Uh-huh. Lehet, hogy megfáradt ebben a sünvadászatban az első napon. Viszont ugye? Gyerekek, már várja ma estét. Megyünk újra, viszont annyi sünfelajánlást kaptam, tele vagyok sünfotókkal. Én is láttam, remélem, hogy egy rakás ilyen sünös, nem nyitottam meg igen. őket, de hogy ettől függően láttam, hogy ott volt szépen a tartalma süni. Süni, sün. Igen. Ákos is. Eladó sün, béreletű sün. A Bodzoli is küldött, gyerekek, törpe sün. A Bodzoli például tenyészti. Én a Bodzolitól nem hoznék el semmit. Ott, azt figyelj, az ad hozzá egy mérges kígyót a hiba. Ott azért vigyázzál. Figyelj, most az lesz, hogyha nem sikerül sün találni, akkor az a projekt, hogy akkor szerzünk egyet a Bodzolitól. A Bodzoli is van, az jó, mert ő vissza is veszi, hogyha esetleg... Aki elküldte nekem, egy ismerősöm, és spontán megtaláljuk. Aha. Spontán megtalálás lesz. Tudod, a vadásznak nem lehet valamit rátenni a tányérjára. Nézd, hogy bemászott ebbe a ketrecbe. A vadásznak el kell ejteni. Tehát az nem frusztrálhatom a gyereket, igen, hogy egyszer csak olyan. Ott van egy kartondobozban. Kimegyünk, leföldelem a sünit valahogy. Aha. Oda kötözöm egy láthatatlan madzaggal. És azt mondom, hallod, Beni? Mi ez a vergődés itt a babérban? Aha. Oda megyünk a babérhoz, és ott lesz alatt van, úgyhogy kimentek a kertbe babér? Uh-huh. Nem babér. Tehát ez nem olyan, mint az elmegyek kenyér, hanem ez a babér. Ha ért. Aha. A kenyér az nem ugyanaz, mint a babér. De ez nem bab, hanem babér. Uh-huh. Édesanyát, krumplifőzéreket főz, menjünk egy kis babér. Így van. Főleg a bablőt csinál, oda meg még nagyon kell a babér. Végig egy ilyen sövény sor az a babér. Aha. És akkor ott lesz alatt a mérgező. Úgyhogy vigyázni kell, de ott lesz alatta a sün, megkötöző póráza. Ezt, hogy mérgező, ezt a sün tudja? A sün nem eszik belőle. Aha. Nem ér föl odáig. Ez egy magas növésű babér. Azt fogom mondani bennek, hogy nézd, Beni, hallod? Hallod? Mi az a babér alatt? Mi volt az a babér? Ez süni, beleakadt valamibe. Nézd a kis lábacskáját. Pont a nyakánál a rohadt életre. És ez a nyakörv mi rajta? Hozz gyorsan egy ollót. Hozza az ollót, kiszabadítjuk a sünt, és onnantól kezdve ő találta. Nézd, egy zseppecába gabajodott bele, pont olyan, amit a Feri bácsitól kapta. Nézd, de furcsa, mint a kikötötték volna, de nem.
Szóval egy ilyen spontán süni megtalálás lesz, hogy a gyereknek meglegyen, ne halljon ki belőle a vadászösztön, tudod? Szóval érted, ott beraksz neki egy karton dobozba, után már nem akar többet vadászni. Én másként neveled, hogyha te találtad meg. Ezt ő találta. Ja, jó, az ő kis sünie lesz. Úgyhogy titkos süni elrejtés van majd a babér alatt. Megtalálás, karton dobozba rakás, nevelés. Nem tetszik, egy nap után megunós, visszaadós. Aha. Főleg lehet tanítani a sünit különböző dolgokra? Már még mire köszön neked előre? Hát, hogy jelleg fölismerjen. Szóljon, ha jön a nagy számlás. Az is jó, igen. Harap jár, éves óra leolvasás. Kettőt dobog a lábával, akkor epret kér, ha hármat, akkor na, szőlőd. Ilyenekre gondoltam. Hogyha négyet, akkor kevesebb epret. Hát szerintem nem okos. Nem okos állat. Hát, viszont, hogyha a Bodzolival üzleteltek, azért vigyázzatok, hogy mindenképpen azt kapjátok, amit kértek, nehogy véletlenül egy tarajos sült adjon. Egy kis tarajos sül. Vagy mondja, hogy még tett valamit oda a teráriumban, nézzel már meg, mi van a forgács alatt, és egy ilyen gyilkos csörgő kígyó még ott így. Nem, nagyon rendes volt, tegnap felajánlotta, úgyhogy sűn projekt van erősen. Megnézzük, a gyerek mennyi alatt tudja meg. Meg hogy gondozza el, tudod? Hát aztán onnan majd megyünk tovább. Hogy fél óra vagy másfél óra? Fél óra, egy óra, másfél, egy nap, talán egy hét, tudod, nem éle még a sűn egy-két, hogy nyúzza, bántja, erősen simogatja. Most már nem kezdi szeretni az állatokat, most már vigyázz rájuk, tudom, most már nem ebbe a nyomjuk, összefogjuk, meg taperoljuk, hanem most már azért úgy van egy kis vizslabarátja, mindig megy simogatni, aha, gondozza. A sűn simogatás jó ötlet, biztos? Ezek tenyésztettek. Na és? Nincs neki tüskéi? Ez olyan puha, hát ez egy afrikai törpe sűnik, ez körülbelül akkora, mint egy nagyobb alma. És áztatják kicsikorától kezdve. Nagyon-nagyon puha. Láttam ilyet, figyelj, megőrülsz, még csak fotón ugyan, de azt mondta Bodzoli, hogy figyelj, semmi baja. Ő mire tenyészti őket, a kígyóknak? Hogy... ez egy érdekes dolog, hogy ő mit csinál. Egyébként leves. Nem tudom, hogy nem tenyésztenék sünt, mert semmi szépet nem látok benne. De nekem kísérleti jellege, Benny laboratóriumába kiváló lesz egy sűn példány. Jó lesz, sűn. Ma akarom mondani, milyen jó lesz. Azt mondom, hogy Zoli olyat adjál, hogy megmurdál, nagyon fogjuk sajnálni, elmormolunk majd tíz imád, tudjak ugyanolyat betenni este a gyereknek. Hogy egyforma legyen. Sűncsere. Aha. Sűncsere. A kis barátja esetleg elpatkol, nem szembesülhet vele, hogy elpatkolt. Ugyanúgy néznek ki a sünök? Tessék? Ugyanúgy néznek? Nem, egyébként tudja csak meg, ha elpatkol. A gondatlan nevelés. Meg kell tanulni. Meg kell tanulni. Sün egy ki, sün kettőbe, nevelés újra. És ez addig megy, amíg a sün nem ér meg legalább egy napot. Te mit mondod, kaját ad hozzá? Vagy azt neked kell majd a parajokat kiásni a babér alatt? SMS küldött csak meg, a Viki beszélt vele, olyan nagyon még azért nem mentem vele. Ennek egyik oka az, hogy azért még annyira nem is érdekel, hogy mit teszik a sünő. De majd, ha ott van, afrikai kiutazásunk alatt, ott fogja megkapni. Hú, de jó, amikor te nem vagy itt. Hát legyen sün barátja. Aha. Apa elment, sün jött. Így van. Apa sünné változott, apa itt van veled sünni formájában. Etesd meg apát. Ezt most nem lesz egyszerű földolgozni, mióta eszik férgeket az apám, de tudod. Apád éhes, etesd meg, apád bepiszkított, takarítsd ki, apád sünné változott, beszólt egy gorosz varázslónak. Napa legyőszerűen a sajtos tájlet ellét, adunk neki egy keveset. Igen, jó? Ha jól viselkedsz, apád visszaváltozik sünből. És majd egyszer csak visszaváltozott. 6 hét múlva visszaváltozott. 6 hét múlva visszaváltozott. Nagyon ki van ezt találva, fel van ez építve. Úgy telefonáljatok csak, tehát hogy ne tegyétek oda fülész, hanem ilyen kihangosítón keresztül, és te szólj úgy, mint a sün. Hogy amikor a sün beszél, nézzem, és a Skype-on majd így beszélek. Aha, és akkor csak dumázd, de a Benny ne lássad. Én vagyok sünapa. Viselkedj jól, mert sose varázsolnak vissza. Igen. Szóval sok gyümölcsöt kell neki adni, azt mondta Zoli. A tej az kevésbé. Kicsit laktózérzékeny. Picit nagyon. De nem jó a pociának. Szegény. A kis pociának nem jó a tej. Sok gyümölcs. Ne ilyenek. Úgyhogy egyelőre ma még vadászunk. Aztán majd, mikor kellően frusztrált, akkor sün kiszabadítás a babér alól. Ez a terv. Nagyon szép. A gyerek kérdez. Vagy a sün? A sün is frusztrált lesz, mert addigra két órája, mert ott lesz egy damillal a nyakában. A babér alatt. És majd az apja mondja, mi ez a nesz? A babérban. Valami vergődik. Talán nem egy sűn. És az lesz. Nagy fel van építve, mi? Okos. Okos. Hogy fel van ez építve? Hogy ki van ez találva? A kutya fáját. Aztán biológia órán milyen szép lesz majd, ahogy Benny elmagyarázza a többieknek, hogy nálunk, otthon a kertben. A babér alatt él. A babér alatt egy az afrikai sűn él. Damila a nyakán. Igen. Amit nem tudunk levenni. Úgyhogy gyerekek, így állunk.
Na, de legalább késztel. Így van. Na, ez ki, na, én erre mondom azt, hogy ez ki van pipálva. Ez egy sünter. Tehát ez egy felépített, szisztematikus sünter. Van sün. Honnan van? Megvan? Hogy találjuk meg? Hogy kötjük a nincsen, gyerekbe? Lesz, van. Doboz, eltűnik. Kész. Másik. Aha. Fel van építve. És a Bodzoli nem ajánlotta föl, hogy átalakítja a nappalitok felét terráriumba? És akkor be tud költözni több sün is. Vagy ő. Egy sün jelmezben. És napi díjért eljátsza nekem a sünt. Egy óriás sün. Teszünk rá valami kis tarját, és napi díjért a Bodzoli lesz 6 hétig a sünöm. És dobálsz be neki almát, és elkapja a száját. Éjszaka kijön, kinyitja a hűtőt, két lábon kicsit megkajál a hűtőből, ha a gyerek megjelentik, hogy gyorsan lekuporodik. Apa, láttam a sünt, két lábon állt a hűtő előtt. Nem, az nem az volt. Nézd, apa, most jön ki, ha használja az angol vécét. Szóval, nem, mondom még, azért ilyen nagyon részletes nem volt. Figyelj, nem lehet a gyereket elkényeztetni. Nem úgy van ám, hogy ő tegnap kitalálja, hogy sünt kér, és ma megkapja. Dehogy. Hát persze. Hetekig most vadásszuk a sünt. Legyen álom, és teljesüljön az be. Így van. Nem kell elkényeztetni. Mi van a mi játékunkkal, gyerekek? Nem akarunk róla beszélni, szerintem. Csúnyán elintéztem magunkat? A hajócska ott van már a távolban. Alig látszik a kis vitorlácskája. Hát egy 3-1-nél vagyunk most. Még nem egy 4-1-et. De rekordolj magad. Még ne oszorozzam magam, és én adtam oda legalább 3 pontot ebből a hétből. Hát jó, gyerekek. Most belefér egy hét, nem? Na figyelj, olvasd el a statisztikát, amit átküldött Anna. Az nem statisztika, az nekrológ. Kék az SMS. Na gyerekek, csak mondom. Figyelj. 32 hétből, ez is benne van már. 18 hetet hoztunk, 2 hét volt döntetlen, és 12 hetet nyertek a hallgatók. Na, ki a király? Na most hova? Hát mi nem, de... Most hova? Hát izé. Gyerekek, ez a 12 hét, ez is benne van, tehát 6 héttel vezetünk. Nem mondom, hogy eldőlt az év, de még azért... Ez nagyon szép eredmény. De még azért jók vagyunk. Most nézd, a jövő hét az 2 napos, ugye az is benne van, tehát azt is, ha beleszámoljuk, 2 nyom vagy győzelmet csak össze tudunk hozni. Az könnyebb 2-t megnyerni, vagy az veszélyesebb, mert ott nem tudsz annyit hibázni? Hát nem tudsz annyit hibázni. Igen, hát, ha 2-t buksz egy normális héten, ott még tudsz fordítani. Igen. De hát itt bukunk Debrecenben, kedden valaki bukunk. Megszorongat, és megint egy hét, és akkor már viszont 13 hetet nyertek. Tehát akkor már viszont azért erős felzárkózás van. Jó, akkor ezt felejtsük el, nem jó. Úgyhogy ez nem jó, igen. Jól van, nézzük az SMS-eket, van egy-két trafink. Esetleg van, M2-es Gödi kihajtónál trafi van, méghozzá a főváros felé. Ez egészen fontos volt. Köszönjük szépen. Trafi van 81-es főutunkon is a Székesfehérvár felé, a 16-os kilométernél koránkelő rendőrök jutalékot gyűjtenek. Hege küldte ezt nekünk ilyen szépen. Köszönjük szépen. Balázs, ajánlom a Zsaru magazint, abban vannak az igazi sünök. Mi van egy ilyen Zsaru magazinban? Ti láttatok? Én életemben nem láttam még ilyet, de hogy nem is fogom. Bűncselekmények, felderítések, bűnügyi történelem. És ez van, akit érdekel? Hát igen, mi járattuk egy elég hosszú időn keresztül. De miért? Hát édesanyám ez nagyon kedvelte ezt a műfajt, igen, borzongani, és hát vettük, volt egy pár évfolyam otthon. Úgyhogy elég tanulságos, kellemes kis olvasmány volt egyébként. A 32 szúrás ölölte meg igen, a házastársát. Igen, és akkor szóval most a nyomozati szakasz, és akkor hogy van, és igen. Most épp fura. Igen, igen, ez érdekes. Kántor első rész, Kántor 324. rész, Kántor fia második rész, Kántor fia 454. rész, Kántor fiának az unokája. Donhauser. Úr, igen, voltam egy kis mini folytatásos történetek. Mindig voltak benne. Donhauser László volt a kék fényben. Igen, a barna szemüveges. Igen, vagy fekete, vagy kinek milyen televíziója volt. De ilyen nagyon sötét igen. Szemüveges. Hát ő volt akkor a főrendőr, a kirakat rendőr. És egyébként jó rendőr is volt. Donhauser. Hello, Klassz FM, idén nyáron azt hittem, nem megyek nyaralni, de nektek köszönhetően nyertem egy wellness hétvégét, és Csúszda Park belépett. De jó, Betty küldte nekünk. Nálunk, vagy a Csabinál, biztos valahol a rádióban volt. Nálunk nem volt wellness hétvége, legalábbis nem emlékszem, de hát a Klasszon azért az még lehetett, persze. Na jó. Hát nézzük meg akkor, hogy ki az, akiben van elég bátorság, hogy jelentkezzen játékra, jó? Ha nem vagytok gyávák. Már úgy érted, hogy ki a hármunk közül. Ha nem vagytok gyávák, és kimertek hívni minket ilyen komoly statisztikák után, ám legyen. Lehet nekünk SMS-t írni egészen nyugodtan. Mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc van pontosan 7 óra. Hello mindenkinek. Itt vagyunk. Hallottad, hogy már Kelet-Afrikában is? Hát,
Nagyon. Hallottad? Nagyon. Tegnap olvastam. Szépen megy arrafelé, Kenya elveszett. Kenya elesett. Igen, elesett, elesett, ugye lezártuk a határokat. Hogy? Cica fiú. Hogy? Ezt mondta valami ember ott kintről. Igen, ezt a szót használta, hogy cica fiú. Nem, azt én mondom neki, hogy cica fiú, azt hogy csinálod, mert tehát, hogy ez nem olyan, hogy mint az autó nem tud átmenni, ha szöges drót van, az ebola az megy. Állítólag most már Kelet-Afrika is veszélyeztetett, még nincs, de már-már azt mondják, hogy ott is elbukkalt. Na, viszont. Kelet-Afrikától már csak egy ugrás. Dél-Afrika. Hát pontosan úgy, úgy. Ajjaj, fegy. De nem, én ki nem teszem a lábam, ott rohadjak meg, itt fogok ülni. Vagy kiveszek szabadságot, menjetek. Nektek van napi díjatok, azért biztos megéri. Abba van a vitamin. Abba van, az biztos. Az ebola és én, ez lenne a könyv címe, ha megbírnám írni, de 2 nap alatt fogunk elpusztulni odakint. Tehát pont 2 nap. Érted, még a könyvborítót sem tudod megtervezni, hogy ebola itt. Mi is vége? Igen. 2014 tavaszán merült fel először. Igen. Látod az e-mailemet, amit küldtem nektek, hogy az ebola legyen veletek? Igen, nagyon aranyos, hogy nem reagálok ezekre, ez engem idegen hagy. Az ebola legyen veletek. Nem lesz gond nála, hogy... Nem, hát persze. Tudod, hogy arra megy, aki fél. Nem, ti fogtok ki bejárkálni a szállodából. Én hermetikusan lezárt szállodai szobában. Egy szobában fogsz üldögélni, igen. Trafi Miskolc, Tapolcai elágazás, M1-M7 az Osztyapenko, az ÖMV-k út befelé mérnek hajna. Küldte nekünk M1-M7 közösből vezető szakaszán Budapest irányába az ÖMV-k kultúrán szintén, ez ugyanaz, célfotbali. M6 Pécs felé kutya a leálló sávban, a 49-es kilométernél, ez pedig Bittya küldte nekünk, mi pedig valakivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Jó reggelt, sziasztok! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Azt nézem, várjál. Ádám? Ádám, jó. Ádám, hello Ádám. De jó, szól a telefonod. Ádám, nagyon rosszul hallunk téged. Hú, meg kocsiba vagyok. A ki vagy hangosítva? Nem vagyok. Nem vagy? Na, hova mész éppen? A Bátszalókra kísérünk egy darut. GPS is van, minden van. Már hogy kíséritek a darut? Fél, vagy menni kell utána? Vagy túl nagy? Ne, hát túlméretes persze, és szállítani kell kísérni. Dögunalom végig 60-nal, végig x 100 kilométeren keresztül. Hát hál' Istennek a daru most jön 80-nal. Na, az egészen. Mint hasít. A daru megy 80-nal, csak nincs a sofőr. Ez hasít. Kivel szeretné játszani? Ferivel szeretné játszani. Játszottál már héten? Nem. Minek? Itt az ideje. Minek játszottál te? Ez a baj. Nem baj, szépíthetsz egyet. Már hogy a csapat terébe tettük szépíteni. Addig én tudok enni. Na, felkészültél, Ádám? Igen, felkészültem. Jani? 3, 2, 1, fire! Villogóval mentek, Ádám? Villogóval, muszáj az a menni. Sárga? Sárga. Ez kötelező? Ez kötelező, persze. Neked ez a szakmád akkor, kamionkísérő, darukísérő? Én benzinkutas vagyok, Patajának segítek be. Benzinkutas? Benzinkutas előtt. De akkor hogy vezethetsz egy ilyen sárga villogós kocsit? Éppen az anyós ülésen ülök. Csak kíséred? Hát igen, besegítek. Köszönjük szépen, erről van szó! Szép volt, Feri. Soroztam. Adtam, ütöttem. Nem kimélted. Ja, kifújtad a szakma orrát. Miután 3-szor megkérdezted, ugyanaz csak bedőlt. Ha persze. De bejött? Bejött. Összezavartad. Ennyi, nem nézzük, hogy győzünk, csak azt, hogy győzünk. Jani, ne legyél már ilyen. Nagyon most szép. Most tulajdonképpen kivel vagy? A hallgatóval, mi? Igen. Ádám, te debreceni vagy, ugye? Igen, debreceni. Hétfőn gyere ki a kitelepülésre, Jani ad neked egy ajándékcsomagot. Nesze. De hétfőn meg már pont dolgozok. Na látod, pedig ott leszünk. De szabadon foglak, oda küldök valakit. Jó, ne engem fog, Janit. Jó van, hisz Feri ígérte. Jó van. Adok egy pótajándékot, ha megkeresel, jó?
Ja. Hányan fognak oda jönni szerintetek? Ádám küldött az ajánlót. Ádám vagyok. Ádám vagyok. Jó van, Ádám, jó utat nektek. Köszönjük. Szevasztok. Hello. Szép volt. Nem is olyan rossz. 3-2. Na azért mégiscsak jobb, mint a 4-1. Na te hoztad, amit hozni kellett, de sajnos nem. Nem rajtad múlt, bárcsak te játszottál volna, többet nem álltunk volna ilyen gyatrán. Hát téged szeretnek legyőzni. Ha látom. Hát tudják, hogy merre kell. Sebzett vadat könyvéért. Még egyet rúgott. Hónapok óta nem nyertem játékot, konkrétan elég rossz a statisztikám. A régi szárnyalás hol van már, nem? Nem is hónapok, hát csak 6-7. Hát, vagy 5-6 hete. Vagy 5 hete nem tudtam játékot nyerni, igen. Na nem baj. Jól van. Monol és Üllő között autóból mérnek a rendőrök, gyerekek. Hát, nők nem pihenők, ők nem lazsálnak. Milyen, ha lavina van, akkor lavina van. Milyen? Kell a lávé. Azért ebolával ne az esztergomi kórházba menjetek, mert mellé még egy szifiliszt is elkaptok, így a valaki. Na. Jó. Ez nem hangzik túl jól. Igen, reméljük nem személyes tapasztalat. Most valami magyar nő is karanténban van. Bizony. De, hogy állítólag azért ne kell csupánikot, ő csak úgy kihozták onnan, de hogy ő önszántából vonult zárkába. Cégek tehát, ültek ki dolgozni, és most, hogy ugye már veszély van, ezért hazahozták, és akkor 6 hétig megfigyelés igen. alatt tartják. Meg lehet, hogy nem kis munkája van a napi bulvárnak abban, hogy találtak egy olyan nőt, aki magyar és Afrikában volt az utóbbi. Igen, nem, azt olvastam, hogy igaz vagy nem tudom, igen, mert a bulvárlap írja, azért a gyököt kell vonni, de hogy azért hogy ő önként számüzetésben volt már, hogy most idézőjesen, tehát ő bevonult a házi őrizetbe, karanténban, hogyha esetleg kiderül róla, hogy az akkor nehogy aztán itt ezreket fertőzöm meg. De, köszönjük szépen. Csak azért mondtam, hogy... Jó, nagyon rendes vagy. Feri, maradj itthon nyugodtan, Bali, Jani, majd hoz neked valami fertőzőt, Veronika, köszi. Hozunk majd valami szépen. Ja. Nagyon örülök neki. Valami kis finomat. 3 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. 4-8 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. M0-áson az 58-as kilométernél az M5-ös irányában őzike ugrál. Ó. Bent az autópályán? Hát valószínű, mert valahol, az autópályán. Gyorsabban tudsz haladni, mint az erdőben. Hát, igen. Még őszként. Levágott egy kis részt, igen. Dembinszki utcában közepesen erős a forgalom. Felhő nincs, 18 fok van, szél nincs. Anyám szerint a nyári betakarítása fontos, hanem a lakás kitakarítása, csak egy nem lemaradt terít. Tehát hozzáteszem. Anyám szerint nem a nyári betakarítása fontos, hanem a lakás kitakarítása. Csumi Erik. Köszönjük, Erik. Erik itt van. Robika a múltkomot nem írja alá, de nem tudom, miért nem írja alá. Régen úgy szerettük az SMS-ét. Nem meri vállalni már. De mit? Olyan jókat írt. Nem szóltunk neki egyszer, hogy Robika... Nem mondtunk neki nagyon semmit. Na gyerekek. Azt mondja, hogy M3-as autópálya, M30-as lehajtótól Budapest felé csúnya, felhőzetes, ködös idő, ez Dani küldte, Monor és Ülő között autóból mérnek a rendőrei, üzeni Bönyő. M2-es Gödi felhajtójától máshova mentek szolgálni és védeni a közrend éber őrei, ezt El Zombi küldte nekünk. El Zombi? Közvetlenül El Miki után? El Miki unokatesója. Igen. Azt mondja, épp Magyarországra tartunk a férjemmel elsősegi vizsgára, és nagyon szeretnénk játszani veletek. Jó, hát ezt majd Anna eldönti, de örülünk, hogy jöttök Magyarországra. Tök jó. Tisztelt Sebestyén úr! Mióta megvettem az új ütőt, azóta a labdát pattogtatom, és szeretnék új feladatot kapni. Várom az instrukciókat. E-mailen küldtem önnek egy képet az ütőmről és a labdákról. Legmélyebb tisztelettel, ez Dávid. Beteg, ez nagyon jó. Figyeljetek, én szeretem Dávidot, hogy lelkes. Kicsit félek, hogy ez kamu. Most a utóbbi időben ezt érzem. Most tényleg küldött az ütőjéről? Hát figyelj, itt van egy kép egy ütőről. Egy nagyon szép beállított kép egy labdával, egy ütőről, meg egy táskáról. Tehát egy egészen profi szett. A labdamárkát még csak nem is ismerem. Fél, biztos olcsó volt. Tehát a labdamárkát még csak nem is ismerem. Nem tudom. Most mit tudok neki tanácsolni? Hát most már folytatom. Hol tartunk? Ott, hogy vett újra, mert eltört az ütő, vagy mi volt, vagy elszakadt a húr, mi volt az ütőjével? Nem tudom. Azt tudom, hogy valamiért kellett újat venni, és ott tartottunk, hogy labdapattogtatás. Labdapattogtatás volt, de hogy lefele volt, vagy fölfele volt? Nem, fölfele volt. Fölfele, és csak egyik oldal, tehát nem úgy, hogy egyik oldal, másik. Aha, mutasd meg, Jani. Nézd meg, milyen szép darab. És kézzel írt kis levélke van, hogy az az övé.
Ez Dávid. Fantasztikus. Nem tűnik túl használtak a labda. Hát mert újonnan, most vette, lefotózta. Fia, a szobában nem kopik, tehát ő még salakon nem volt. Nagyon jó. Nem küldtük. Nem küld sokat, ugyanott vásárolol. Én van, lehet, látom ismered a márkából. Te ismered ezt a márkát? Persze. Az egyik ilyen sportszergyártó cégnek a saját márkája. Hát ez nem egy túljaütő. Most nem rossz az. Kezdőről beszélsz. Egy kezdő ne vegyen magának 60 ezer. Nem tudja még biztosan, hogy ez egy hosszú távú projekten áll. Akkor jó. Nem mert sokat költeni. Nem, egyébként nem annyira vészesek ezek az ütők. Hát most az egy jó ütő, biztos, hogy van 60 ezer. Persze. Hát ez már nagyon. Még nem látjuk, hogy az van ennyi le. Azt már Rozsé tekerte be, mi? Hát igen, azt már makkal fonták konkrétan. Igen, a kérdés, hogy van ennyi le. A gyerekek, komoly lehet ez az SMS, hogy minden nap elküldi, hogy ő... Komoly? Hát... Előutomosan följön. Ez csak egy kis videó tudná alátámasztani, igazolni. Ez a beszéd. Na most elkaptad a lényeget. Kedves S. Dávid, a következő, amit kérnénk tőled, mint edzőben... Várj, ezt most gépeljük? Nem, most diktálok. Írjátok, diktálok. Hogy vedd föl videóra, ahogy patogtatod a labdát az ütődön. De nem csak, hogy ledobod a labdát kézzel, hanem, hogy megpróbálsz ütővel többet beleütni. Egyrészt, hogy lássuk, hogy milyen kezes vagy, az ütőfogás, stb. Egy csomó dolgot meg lehet nézni. A mozdulatok. Hogy a mozdulatok. Így van. Hogy aztán, ha ezt megnézzük, akkor meg tudom neked mondani, hogy hagyd abba, és soha többet ne teniszezzél, vagy esetleg van valamiféle minimális affinitás. Ne törd már le. De szerintem muszáj. Szerintem muszáj, rövid az élet ahhoz, hogy valami olyat csináljál, amiért semmi affinitás. Annyi dolog van, amiben jó lehet. Én ezt tényleg így gondolom. Tessék mindenkinek megmondani, kinek nincs, hogy ezt ne, azt viszont igen. De ő nem szerintem versenys... a brutális őszintesség éveket spórol meg egy embernek. Ez ne, de ő nem versenysportoló akar lenni, ő a keres magának egy hobbit. Jó, de a tenisznek hogy... nagyon nagy szükség van nézőkre is. Egyrészt. Ő belőle pedig egy nagyon jó néző lehet, mert szereti a teniszt. Kettő azt mondta, hogy fog még egy ütőt. Így. Aha. Dob fel a labdát, és üssél bele kettőt, és még csak a labdát se találod el, és ezt megcsinál 15, és egyszer se sikerül, akkor nincs gömbérzék. Akkor hagyd abba, menj el azt, nem tudom, csinálj valami mást. Dávid, videót kérünk. Videó. Videó bizonyíték. Lehet, hogy olyan tehetséges, mint a Forrest Gump-ban, a Forrest Gump, aki tudod, a pingpongban. Elég jól pingpongozott. Elég tehetséges volt pingpongban. Elég jól ütöttem. Nős multitalentú, mert hogy futni is tudott. Igen. Sebessén úrranak legmélyebb tisztelettel ez, Dávid. Nézd meg. Nagyon kultúrát, nagyon intelligens. Fotó, kis cetli, lefotózva, gyerekek. Hát itt távoktatás zajlik, 8-14. Mikor készült? Most készült? Az most. Most a 15-e péntek van, ez tegnap készült. Megfelelő tisztelet. Megvette a felszerelést, megvette a labdát, megvette a táska, a gyerekek bevásárolt, elköltött egy csomó pénzt. Hihetetlen, lassan megtanult teniszezni levelező tagozaton. Dávid, a blokkot tedd, de hogy vissza tud vinni majd. Az jó? Nagyon fontos. A 3 napig adják vissza, ha ma elkészíted a videót, az hétvégén megnézzük, hétfőn megvan a válasz. Azt hiszem 12 napig, vagy nem, hány napig, indoklás nélkül visszaveszik. Ugye? Még tehát... vissza tudod vinni. De aztán lehet, hogy kiderül, hogy... Nagyon röhögnék a taróci ott áll. Tízször fejpán botával kis ilyen 200-asokat szerválna, tudod, és így nézni, egész jó. Egész jó, 200-as szervákkal. Jó, Dávid, ez a következő lépés. Kérünk szépen egy videót. Morningshow@classfm.hu. És akkor megnézzük, hogy mi a helyzet. Nem Szántó Dávid a lelkes rajongó? Tényleg ez Dávid. Tényleg. Simán lehet egyébként. Igen. Balé, nekem már megy az ütőkereten labdapattogtatása, rekord 19. Kimersz állni, vagy puha vagy? Dávid egy pszichopata, Dávid? Hol pszichopata pattogtasz? Dávid az ütőkereten. Az ütőkereten az élével pattogtatod a labdát. De annak nincs értelme, ugye? Hát csak semmi, sok nem. Tulajdonképpen az sokan nyertek úgy Grand Slam-en? Senki. Ja, hogy nem, ugye? Szorosod így éllel ütött be. Jól emlékeztem. Nem, mutatja, hogy van egyfajta labdaérzéket, vagy érzed az ütött és a labdát, de egyébként nem. Őszinték lehetünk vele. Hát most már azért nem. Én ezt nem adom. Ezt komolyan. Na, én ezt a gyereknél se adom, hogy azt mondod. A gyerek más. Hogy elindítod mondjuk úszni. Az és más. Látszik, hogy nem egy erős úszás. Hát nyilván nem mondod neki. Fiam, ki a medencébe, hülye vagy, mint a seg. Na, gyerünk, ülj fel a lóra. Fedd azt a rohadt úszó sapkát, büdös kölök. Na, itt a ló. Arról is szállj le a lóra is. Na, menjél futni. Az se jó. Dehogy is. Hát nyilván a gyerek az persze. Na, de akkor ez Dávid miért? Most arra második gyerekkorát éri. Hát ezzel az írással szerintem ő azért már túl van 30-on. Tehát látszik az írásá, hogy azért nem egy 12 éves fiúra. Picit korabén.
Igen, nem, én, nagyon ére. Én arra gondolok, hogy valaki, mit tudom én, 30 évesen azt gondolja, hogy lemegy egy teniszedzőhöz. Uh-huh. És ott van a teniszedző, kétfajta teniszedző, aki hülyére vesz és leveszi pénzt, és röhög rajta, és tudja, hogy semmi nem lesz belőle, hogy megmondja, a korrekte, meg mondja, hogy uram, nem jó volt az óra, nem, soha többet. Hagyjuk abba. De ott is mondhatod azt, hogy önnek ez nem fog menni, de szívesen látom. Nyilván mondhatod, meg persze, nyilván az edzők nem küldik el, nem önmaga ellenséget, csak még valaki lejön úgy, hogy nem tudom, ő most még indulni akar ilyen szenior versenyeken is 30 évesen. Tehát nyilván ezért szerintem előbb-utóbb jobb. Jobb, ha a kliensnek elmondani, mit várhat el attól a dologtól, amit elkezd, nem? De szereti csinálni. Azt tök jó, az neki egy, hát az az ég a világon semmi baj nincs. Lejárna, valami hasonszörűvel elkezdene ütögetni, ugyanolyan tehetséges, mint ő, mindig egy ilyen együttéses labdamenetek lennének, ha örülnek, hogy sikerült a szerva, akkor már isznak egy sört rá. Ha miért nem? De törjél már össze álmokat, hát a szegény ez, Dávid. Hát de miattad meg most itt jó ábrándokat fog majd táplálni ez a fiatal ember, érted? Nem jobb most összetörni azokat az álmokat, az majd igaz, aztán később. Tényleg. Mondjuk az is egy másik szempont, hogy ténylegesen azért a teniszedzőknek is kell élni valamiből, ha csak tehetséges emberek lennének, ha csak úgy tarocik lennének, hogy úgy bekkerek, temesvárik, akkor hát akkor viszonylag kevés tanítványuk lenne. Hát igen, attól függ, hogy mi az elvárás. Mindegy, megnézi a videót, és akkor azt ott szépen kielemezzük. Erik összejött a múltkori hölgy jelentkezővel, annál tudunk arról valamit, nagyon sokan kérdezik. Ez az Erik? Igen, igen. A telefonbeszélgetésünk alapján az egyik hallgatónk, egy hölgy jelentkezett, hogy szívesen megismerkedne Erikkel kicsit közelebbről is. Nagyon szimpatikus neki. És lehet, hogy azóta ezért nem jelentkezik Erik, mert hogy tartanak a mézeset. Igen. Tényleg ott valamit, igen, ott valami csajnak kiadtuk a számát, vagy csajt szakított éppen a barátjával, és rá, nem, vagy Erikre pattant rá? Erikre pattant rá. Erik játszott valamit, Erik beszélt, játszon? És arra jött az SMS, igen. Hogy akarják. Erik munkatársa túl csendes volt ahhoz, hogy így bejöjjön. Vagy lehet, hogy pont ezért. Nem a lány játszott, ő szakított éppen a barátjával, és az Erik írt nekünk SMS-t, hogy neki egyébként tetszik a csaj hangja, és akkor összehoztuk őket, vagy kiadtuk az Erik számát, vagy e-mail címét. Igen, hogy volt annak? Erik volt adásban. Erik volt adásra. Rácsodálkoztunk, hogy hol volt, mint volt, nagyon régen nem volt, és utána egy hölgy írt. Uh-huh. Hogy volt, Anna? Így volt? Várja. Igen, itt vagyok. Úgy volt, hogy Erik játszott, és szimpatikus volt a hangja a csajnak, és dobott ránk egy SMS-t. Egy csaj, így van, hogy hú, de jó hangja van az Eriknek, milyen jó fej, és akkor én fölhívtam az Eriket, és mondtam neki, hogy figyelj, jött egy érdeklődő SMS, Balázs beolvasta, kiadhatom esetleg a telefonszámodat, de mondom, hogyha egy e-mail cím, akkor esetleg összehozlak benneteket. És akkor a hölgyem így megadta az e-mail címét, és én elmondtam az Eriknek, és mondtam, hogy tégy belátásod szerint. És tudunk valamit a folytatásról? Rögtön megcsörgetem Eriket, mert mondtam, hogy majd foglak csekkelni. Hát ugye ez nem olyan régen volt, ez egy másfél hete volt, mert fölhívom Eriket, megkérdezem, hogy van? Hogyan van, meg mint van. Igen, oda, igen. Odaérte már a kanyomba. De beszéltem a csajjal. Kérdezik, hogy Balázs kérdezi, hogy jódlizott-e már a kanyomba. Hogy kimásztaja a szurdokot. Igen, megkérdezem feltétlenül, de pont így. Jó, majd jódlizott-e a kanyomba, és kimásztaja a szurdokat. De lehet rögtön dob SMS-t. Nagyon kódold a kérdés, de értse, hogy miről van szó. Jó, szimpi volt egyébként a csaj, meg kell, hogy mondjam, nagyon cuki volt. Aranyos lány volt. Hát, ha jó találkozik jóval, akkor mi szívesen segítünk, nincs az a baj. Na persze, egy e-mail címet mondom, adtam Eriknek, hát aztán meglátjuk. Bali, vigyázz, nehogy egy újabb rajongó legyen, hogy Dávid elrabol, és majd így kötéllel a nyakadba találnak meg. Tehetségtelen vagyok. Igen. Akkor szemben. Igen. Akkor viszont igen, hajj meg. Na, hát gyerekek, elkeserítő kutatás látott napvilágot. A Brit Tudományos Akadémia. Megint? Igen. És angol? Hurrá. Igen. Egy folyóiratban, tanulmányában. 2011-es felmérés azt vizsgálták, hogy vajon belsőre vagy egyéb jellegzetes szokásokban mutatnak-e hasonlóságot az após vej és az anyós menny kapcsolatok. És azt figyelték tulajdonképpen, hogyha te férfiként ugye egy nőt választasz, akkor az a nő az hasonlít-e a te anyádra, ezért anyós menny após vej kapcsolat. Ez most lehet, hogy sűrű volt így kora reggel. Próbálom földolgozni, de most már megvan. Időt kérek. Megvan, tehát mondjuk az én békám hasonlít-e az anyámra. Így van. Aha. Elkaptad a lényeget. Hú. És megdöbbentő hasonlóságokra jöttek rá, mert megállapították, hogy szignifikáns hasonlóság mutatkozik a házaspár férfi tagja és annak apósa között, illetve a feleségek és anyósok között. Megnézték a különböző
tulajdonképpen méreteket, állkapocshosszokat, szájhosszúság, szemeszín, mellméret hasonló. A két férfinek a szája és a szemöldöke közötti távolságot, az arcot, a szemek távolságát, az orhoz, szőrzet és minden más. És megdöbbentő hasonlóság. Én ezt mindig mondtam. Próbálok gondolkodni az apostolomon. Én ezt mindig mondtam. De hogy egyébként hasonlítgatjuk a szüleinkhez tudatalatt, aha, egyébként ezeket a kapcsolatokat, és ezért rivalizál sokszor egyébként, például egy anyós mennyis, és nagyon sokszor olyan párt választunk, aki tudat alatt minket a saját anyánkra emlékeztet. Hú. Vagy viselkedési mintákban, vagy külsőben, vagy mindkettőben. Vagyis a vélt anyát és a vélt apát keresed egy-egy kapcsolatban. Oh. Hát biztos van érdekes. A kivételek. Érdekes. Például én, illetve mi. Egy csomó olyan vonás van, amit az ember föl sem ismer, nyilván. Tehát, hogy nem is tudja tulajdonképpen, hogy ez vagy az hasonló lehet, vagy éppen konkrétan hasonlít. Minden esetre azért azt érdemes megnézni. Hát mi is rendelkezünk azért itt jó pár százezer hallgatóval, akik meg tudják nekünk írni, hogy az én feleségem abban hasonlít az anyámhoz, hogy. Vagy az én férjem, tessék, abban hasonlít az apámhoz, hogy. Aha. Ugye, mert itt az após vej és az anyós menny kapcsolatokat kell megvizsgálni. Hát most keresem a például az apósommal való hasonlatosságomat, aki egy ilyen 175 cm magas, nagyon izmos, nagy harcsa bajuszú ember, és okos is, tehát hogy semmit nem látok. Semmi ami... közös. Semmi, ugye? Tehát, még kerestem a jelzőket, de nem tudom egyre rámondani. Mondjuk szemüveges. Megvan. Aha. Egy pont. Most de már jó. Értem, hogy miért. Sportos. Sportos, könnyű, alacsony. Ha csak hát, eszed, még lehet sportos is, vagy mostanában egyre inkább. Alacsony is lehetsz még 20 év múlva. Olyan szeretnél lenni, mint ő. Jó, példakép. Ez mondjuk igaz. Uh-huh. Ez jó. De nekem van esélyem arra, hogy mondjuk 180 feletti legyek, mint az apósom? Van. Vagy van. A Móninak, hogy levágják esetleg a fejét, és annyi legyen, mint anyám volt, szegény. De neked van esélyed, mert az oroszok most csinálják azt, hogy a lábszár csontba betoldanak. Ja, tényleg. Magasságot egyébként nem néztek. Tehát, hogy itt sokkal jobban számítanak azok a jelzők, amiket az ember tudatalat hasonlít össze. Uh-huh. Tehát különböző, amit mondtam, távolságok, arcélek, orr, tehát hasonló, tehát hogy karakterre, még ha a két arcot egymás mellé teszed, nem is hasonlít, mégis a te tudatalatid azt az információt kapja, hogy van egyezőség a két ember között. A magasságot egyébként nem nézték, tehát azt mondták, hogy az nem annyira. Számít, uh-huh. Illetve tulajdonképpen a tulajdonságokat is. Aha, hogy jó szívű... Hát... Vagy, mi van? Gondoskodó? Igen, jó szívű, gondoskodó, szigorú, nem szigorú, igen. Tehát, hogy nyilván egy csomó tulajdonság. Barád és az ágyban. Hát azt csak nem tudod az apádról nőként. Áthaladszodott a kis szobában. Ez egy érdekes dolog. A saját elmondás alapján. Mikor még fiatalok voltunk anyáddal, de ez egy érdekes dolog egyébként. Na te találsz valamit? Mondjuk Viki és az anyukád között. Külsőre vagy belsőre? Mind a kettőt kereshetsz. Keresheted. Mindkét tojás. Mondom, nézem a Vikit, de aztán eszembe jutott, hogy az édesanyádat láttam még. nem nagyon tudod, mi ez. Hasonlít. Van egy-két belső tulajdonság egyébként, amiben hasonlítanak. Uh-huh. Igen. Kemények mindketten. Ne nézz oda, csak ide felfelé beszélj, hagyjad, engedd el. De egyébként van egy-két hasonlóság. Külsőre nyilván nem látom, de nem colstokkal még ezeket, azért így nem méregettem le, hogy mondjuk egy-két szemöldök közötti távolság, vagy orr és száj közötti távolság. Aha. Tehát azok azért arc karakterisztikára simán lehet, hogy megegyeznek. Ahogy egyébként az lehet, hogy neked is megegyezik, csak ezt ugye nem veszed észre, megnézed a két arcot, nem hasonlít. De a pontos méreteket azon belül viszont arányszámaiban lehet, hogy megdöbbentő lenne a hasonlóság. Ma lemérem mindkettőt. Na. Mama nem mozog. Egy fejtérkör fogadat mérjél, egy időt mérjél. Mint a fászázalattaló mérjél. Tekert ki, igen. Hajd is ki a colstokot. Szóval, hogy ezeket nézték, ami egyébként egy hétköznapi embernek fel sem tűnik. Azért ez mindenképpen érdekes. És ez baj, hogy ugyan... Hát nem baj, nyilván, akkor így működik az ember, ha ezek tényleg működnek. Aposod hogy főz? Hát figyelj, nem ettem még a fő. De halat egyszer. Nem kívánt az vagy? Ránézésre mindig visszautasítottad? Halat egyszer csinált nekünk. Szabad szemes elbírálás alapján? Nagyon jó volt, Lackó, nagyon jó. Milyen hal volt, nyers? Lakat. Azt mondta sushi, de csak nem főztem meg. Iszik az öreg? Igen. Na, szépen, szépen tudunk együtt pálinkázni. Szorgalmas, gondos emberként nagyon dolgozik. Jó, így van. Pusztítja a gyümölcsöt? Szereti a házi finomságokat.
Úgyhogy ez, na, ez lehet a közös. Látod? Valami. Hogy azért egy kicsit megkapargatod ezt a dolgot, van itt hasonlóság. És látod, hogy jól működünk együtt. Mert például elmegyek hozzá, vagy ő jön hozzánk, azon le tudunk ülni egy pohár pálinkára. És már nincs is gond, már tudsz beszélgetni, egyre jár az agyunk. Már nyílik is az üveg. Már pukkan is a pesgő, nyílik az üveg. Akkor ez tényleg működik. Jól bírja? Hát, igen. Igen? Igen. Szó-szó? Hamar elmegy aludni? Nem. Hm. Akkor már kérje a lefekvőset? Akkor intenzívebben tud játszani az unokáival négy után. Tehát négy, akkor itatod már az atom, nem? Olyankor már lehet vele azt játszani, hogy na apuk, akkor feküdjön le a padlóra, és most maga a trambuli. Most papa maga lesz másfél óraig a domb. Igen. Jó, írják meg nekünk a hallgatóink, jó? Drága Morning Show hallgatók, most nyilván nem arra gondolunk, hogy tényleg mekkora a két szeme közötti távolság, és akkor ezt leméritek, hanem hogy nagy szájú, nem nagy szájú. Beszól valamiért, ha széthagyjátok a cuccotokat, rendet próbál tartani, szigorú, fölényeskedik, irányítani próbál. Tehát olyan tulajdonságok, amiket az ember az édesanyjában mondjuk tudja, vagy ismeri, és ezért csak rájön, hogy a felesége ugyanolyan, mint az anya. És elhangzik az a mondat, hogy Jézus Isten, te ugyanolyan vagy, mint az anyám. Szerintem ez elég sok házszor, de úristen, ezt anyám mond, anyám is ezt mondta mindig. Vagy te olyan vagy, mint az apám. Ez a csöbörből vödörbe, tehát otthonról elmenekülsz, mert más. És megkapod szépen ugyanazt. Hát gyerekek, most azért jön sok SMS, hát mi is tudunk egy ilyen reprezentatív kutatást végezni. De simán. De ez nem úgy van, hogy egy idő elteltével ismered fel ezeket a hasonlóságokat? Tehát, hogy 5 év után még amikor kevesebbet, 10 év után már egyre többet, 15 év múlva meg már pont annyira keresed a társaságát, mint amennyire az édesanyádé, a kedves mamáé. Próbálsz minél kevesebbet otthon lenni. Ne, nyilván, hát ez idővel, igen, idővel mutatkozik meg. Na jó van, várjuk az SMS-eket, jó, kíváncsi vagyok, hogy milyen eredmény születik. 8:03, jövünk a hírek után. Egyél zabot. Legalább ne előttem. Egyél zabot. Egyetek zabot, nagyon finom. Ez lesz az új. Ez az új, gyerekek. Most már ezt minden reggel ezt csinál, nem kérek. Figyelj, most vettem egy kilót, azt ide behoztam. Jézus, nézd meg, hogy lovunk is lesz. Konkrétan fogyni látszik a dolog, pedig nem eszi senki, csak én. Kidőlt. Az új jelszó, egyél zabot. Egy falatot. Nem köz. Miért? Mert kókusztejje van. Már nem ízli. Nem bírok édeset enni reggel. Tehát, hogy csak valamit csináljatok vele. Egy nagyon pici méz van benne, némi kókusztej és sok-sok zab. Ennyi. Tök jó. Ez egyéb zabot. Egyéb zabot. Nekem nagyon szimpatikus, hogy te nem vagy zabirigy. Én semmilyen irigy nem vagyok. Mit iszol rá? Meleg vizet citrommal, sima citrommal. Te Feri, te akkora lúzer vagy ezekre a pénteki receptekkel, egyre inkább úgy érzem, nézd meg. Sima tisztított víz, semmi tisztított víz, beindítja az emésztést, és facsarok bele némi frissen facsart citromot, nem citromlé, nem citrompotló, citromlé, egy pohár langyos víz citrommal. Nagyon menő. Csak mondom, hogy a kínaiak is minden reggel ezt hiszem. Aha, olyanok is. Eleve a meleg víz, az reggel ugye nagyon-nagyon jól elindítja a gyomorműködést. Azt el, ez lesz a recept a jövő péntek. Ne azt reklámozzuk, érted? A zabot? A zabot. Egyél zabot. Egyél zabot. Most... De minden nap ezt eszed? Én rákattantam, hogy meddig tart, nem tudom, minden nap. Igen. Valami... Ha reggel nem eszem, akkor eszem délután, amikor kóksz tejjel, rizs tejjel, sima tejjel, az ritkábban. Valamikor hidegebb a tisztított víz, valamikor melegebb. Igen. Kicsit kevesebb citrom, több citrom. Ez attól függ, ez? Attól függ, mi jön ki az automatából, mert ez itteni víz, tehát ezt nem tudom. Azt mondják, hogy cserélik a patront. Figyelj, Feri, amikor ez megkapja majd ez az étrend az első Michelin csillagot, akkor szerintem csukd be a boltot. Ott lesz a francba az egész. Ott lesz. Miért fáj ez nektek? Nem értem. Nem néz ki jól. Undorító. Tényleg, azt beismerem, hogy ránézel, és tényleg undorító. Undorító. Az ízese így magában. Tehát ha valami még lenne egy olyan csavar. Energikus vagyok tőle, hogy egyszerűen már várom, hogy zabot essen. Igen? Mennyi idővel tehát az evés ma reggel már köszön nekem a zab, hogy szia kis gazdám. Jövök, adok neki energiát hogy, szia kicsi zabom, még nem érkezett el az idő, 8 óra előtt megcsinálok. Már úgy értem, hogy összeöntelek tejjel. És mondta, jól van kis gazdám, várlak. És akkor így bejöttem dolgozni. Aha, ott nagyon van az asztalomon, bármikor. És ha megeszed, mennyi idő még hat, hogy vitalizáld? Nagyon hamar. De nem hirtelen szívódik föl, mint mondjuk egy fehér kenyér, az sok mézzel, hanem ez lassú felszívódás. Tele van egy csomó. Hosszú ideig. Rostal. Gyerekek. Egyél zabot. Nagyon, tényleg. Ha valahol látjátok esetleg Balázst egy jobb étterembe esetleg, és nem zabot rendel, mindenképpen figyelmeztessétek rá, hogy egyen zabot. Zabot. Azért ment be.
A család ehet. Benni ehet, Viki ehet. Amit akar. Nekem zabot anya, hozzá. Mindenki. Balázsnak csak zabot. Zableves. Zab főzeli. Zab deszert. Gyerekek, hát most valamit az embernek muszáj tenni az egészségét. Most mit tegyek? Párizsit? Ne, azt ne egyél. Nem mondta senki, hogy Párizs, de a kettő a között azért... Hú, van egy kis átmenet. Hogy kipipáltad a többi ételt? A zab és a párizsi. Mondjál valamit ezen kettőn kívül. Mit tegyek? Párizsit? Hát nem jut az eszembe egy sem. Inkább zabot. Igazad van. Gyerekek, jó ez. Adjátok gyereknek is, komolyan. Üsd be a Google-ba egy zab, és hagyd a szemedet olvasni. Eltessétek ezzel a gyereket, mindent becsülni fog később. Mindennek örülni fog. Kaján, így kell nevelni, ne kényeztessétek. Kárbelétek, ez a csütörtöki rovat, kárbelétek. Gyerekek, egy pici fahéjjal, néhány banándarabbal. Aztán megbolondulsz, egészséges, egy kis mazsolával, belekeverve egy kis, hogy hívják, csokis cornflakes. És figyelj, hogy a nagyon cukrozott csoki puding között, amit a gyerek elé teszel, vagy egy jól elkészített zabkás, aminek szintén zseniális íze van, némi kis gyümölcset rászorsz a tetére, hát én tudom. És egészségeset teszik a gyerek. Nagyon jó. Egyé zabot. Egyé sokat. Egyé sokat. Egyé sok zabot. Na, volt egy érdekes témánk, ugye arról beszélgettünk, hogy brit tudósok megállapították, bármennyire is elhisszük, nem hisszük, egy felmérésükből kiderült, hogy bizony belsőre és külsőre is igen sok azonosság van. Ugye após, vej, anyós, menny között. Vagyis mi férfiak olyan nőt választunk, aki bizony tulajdonságaiban, külső vagy akár belső tulajdonságaiban sokszor hasonlít, vagy hasonlít az anyánkra. A nők pedig olyan férfit találnak, aki hasonlít az ő apjukra. Ezért van sokszor ez az após, vej, anyós, menny egyezés. És arra kértük a hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-t, hogy ők hogy látják ezt, hogy érzik, tényleg az ő feleségük használja ugyanazokat a szavakat, rendelkezik-e azon tulajdonságokkal, amivel saját anyjuk, esetleg mond-e, csinál-e hasonló dolgokat. És írt is a Kelly Family, hogy és tényleg. Igen. Igen. Hát igen, ott aztán mindenki hasonlít mindenkire. Gyerekek, az anya, komolyan. Ja őket, nem, húgi. Hogy őket még nem tartóztatta le ott a rendőrség belterjes szaporodás miatt, nem? Nem tudják, hogy kit kell csukni. Nem berik. Nem tudják, hogy ki az, nem tudják, hogy ki az apa, igen. Na nézzük. Basszus, mennyire igaz ez a kutatás. Anyám is egyedüli gyerek, nem tud vezetni, fél a labdától, és mindig azt szakad, hogy ne igyak. Pont, mint a nejem. Aha. Látod, na, egy ilyen hasonlóságra gondoltunk. Egyedüli gyerek, nem tud vezetni, fél a labdától. Ez érdekes egyezés. Hát a fél a labdától, azt nem lehet örökölni. Hát az is egyfajta tulajdonság. Igaz. Ha ő áll a kapuba és pizzer rúgod meg, akkor én is félnék. Igen. És eszembe jutott egy vízzel, akarom elmondani, mert van rádió, viccet mesélnek, és nehogy ezt összehasonlítsanak vele. Anyósomnak mindig azt hiszik, hogy én vagyok a lánya. Jobban hasonlítok rá, mint az igazi lánya. Aha. Na, az ő. Ez milyen érdekes, ugye? A drága férjem egyre inkább hasonlít az apukámra, mondjuk tagadja, de nem baj, én meg akarok hasonlítani az anyósomra, írja Judy, csak sajnos nem ír konkrétumot, pedig az lenne a jó, hogy miben hasonlítanak. Ezt figyeld, amikor megláttam, hogy a párom ugyanúgy kettévágja a mustáros dobozt, hogy utána ki tudja kaparni, csak annyit gondoltam, hogy egyik smuciktól a másikig. Majd hozzámentem feleségül. Te is ezt választottad, a mustáros dobozt. De ez mennyire durva, amikor látod a saját szüleidnél, hogy kettévágja, elveszel valakit, vagy hozzámész, és ő is kettévágja. Tehát ezért tényleg van valamiféle egyezés. Az anyósom, illetve nem pontosabban az anyám és a feleségem egy dologban hasonlítanak egymásra. Mind a ketten brutó 7 másodperc alatt képesek megemelni a vérnyomásomat 100-ra. Ezt Gabesz küldte nekünk. Aztán a férjem nagyon hasonlít az anyámra. Ó, jajaj. Állandóan takarít, pakol, szekál, hogy csináljak rendet, viszont szőrösebb a mellkasa. Ügy Veronika. Azt a döbbenetet, amikor rájöttem, hogy az anyukámhoz mentem feleségül, szörnyű volt. A volt férjem és az édesanyám mentalitásukban, mondatszerkezetésükben totál egyformák. Nem is tökéletes köztük a kapcsolat, írja Judit. Na jó, ez egy férfi, meg egy nő összehasonlítása. Igen, ez egy férfi és egy nő összehasonlítása, igen. Az anyósom bajusza ugyanolyan snájdig, mint apám. Ebből vajon mit hoznának ki a brit tudósok, kérdezi Gábor. Én saját magamon vettem észre, 7 év után, hogy ugyanolyan hárpia vagyok, mint az anyósom. De szép. Moncsi, hát komolyan mondom, ha most lenne vége a műsornak, te lennél a naphallgatója. Tehát amikor ennyi önkritikája van egy nőnek, hogy ő saját maga rájön,
hogy ugyanolyan hárpia, mint az anyósa. Ez szép. Ez szép. Ez szimpatikus. Ez azért, de nem, ez most komolyan ismerjük el, nem? Az, az, és ha még változtatni is akar rajta, akkor meg külön jobban. Van egy hárpia. Mert lehet, hogy egyébként így ezért most megvan. Igen, nem ér így felmenteni magatokat, igen, hogy csak beismeritek. Van egy hárpia anyósod. Ez rájössz, hogy te kezdesz ugyanolyan lenni, és ezt beismered, az már fél siker. Nem? Akkor viszont nem lehet, hogy a férjel van baj, tehát ő anyjából is, meg a feleségéből is ő váltotta ki ezt. Nem, itt is van egy a hasonlóság, hát az anyós és a menny között. Tehát, hogy ugyanolyan tulajdonságai vannak. Hárpia, zsörtölődik, sokat veszekedik, semmi nem jó, mindenért beszól, semmi nem tetszik neki, hát ez abszolút. A párom szereti a gyerekét, anyám nem. Tehát nem akarom, hogy hasonlítsanak egymással. Hú, azért vannak indulatok. Ezért van annyi válasz, írja nekünk Szandi. Lehetne beszélgetni egy hosszasat. Igen. Majd ne küldjetek zabos recepteket, majd 8 után, jó? És nyerítés csengő hangot az, meg a, az asszony meg a muter is folyton cseszeget. Van egyezőség, vagy egyezés, így a szatyi. Micsoda, az én vőm közölte, hogy ő egy igényes ember, neki ilyen anyósa volt igénye, imádom. Ez mi, ez hogy van? Hát a mamának egy picit most. Persze, igen, igen, nagyon szeret. De ki az a vej, aki nem ezt mondja a mamán? Ha jobb akar lenni vele. Én mindig egy ilyen mamáról, egy ilyen anyósról álmodtam, mint magácska. Igen. Ez marhaság, ezt írd meg, mondta a párom. Ebben az egyben egyetértettek anyámmal. Szóval, srácok, van benne valami. Ezt Csabi küldte neki. Az én férjem jelleme tisztára olyan, mint az apámé. De még a gyerekkoruk is szinte egyforma volt. Mindkét gyereknek meghalt az anyukája, de még az én nagypapám anyukája is gyerekkorban halt meg. Ez bizonyítja, hogy nemzedékekként át a vejek jellembe, élettörténetébe hasonlítanak az apósra, írja Nóri. Három generáció, az már komoly. Azért ez érdekes, igen. Nekem volt egy barátnőm, akinek mikor együtt voltunk, férje volt, mindig prédikált, ha a fiúkkal kimentünk sörözni. A másik, amitől az őrületbe kergetett, a rendmániája volt. Aztán állandóan pakolt. Miért van ez bejelölve az SMS? Ennek az ég egyet a világos, valakinek semmi értelme. Valakinek megtetszett. Épp a barátomat csesztem le, hogy milyen rendetlen, széthagy mindent, egyszer csak rám kiabált. Anya, most már fejezd be! Ott már a tudatalattiban is összefonódott a két. A tomboló kisgyerek megszólalt. Igen, anya, most már fejezd be. Azt hiszem, mi belsőre hasonlítunk. Látjátok, hogy van ebben valami? Ez egy érdekes? Érdekes kutatás lehetett egyébként. Jól van. Köszönjük szépen az SMS-eket. Nem annyira hülyék ezek a britek. Kezdem kedvelni ezeket a brit kutatásokat. Anyukád ugyanúgy készíti az apkását, mint a Viki? Mind a ketten csodás apkását készítenek. Isteni az apkásáit. Anyámhoz a szomszéd is átjön zapkását tenni. A Vikihez még az utcából is átjönnek zapkását tenni. Nyulikám. Csodálatos a zapkásod. Isteni ez a friss zapkás a vaníliasodóban. Ez a kis fahészórás rajta. Gyerekek, hát ez egy ilyen világ. Ha te futni kezdesz, én zabot eszem. Aha. Én nem akarok egy olyan világban élni, ahol csak te futsz, és én nem leszek valami más. Tehát, akkor én elkezdek zabot tenni. Ez az én bosszum. Ha te futsz, én zabot eszem. De akkor megvan a megoldás, hogy hogy szoktasd rá Ferit a zabra. Te is futni. És akkor a Feri kezd el majd zabot tenni. Nem, én mondtam, hogy nem akarok egy olyan világban élni, ahol te futsz. Ezt a világot csak úgy tudom elviselni, ha én viszont zabot eszem. Ennyi. Nem ettem volna zabot, de hogy futni kezdtem jobban. Hogy futni kezdtél, mondtam. Elkezdtek zabot tenni. Én nem akarok korán meghalni. Ha te futsz, én zabot eszem. Mi a következő, amit beemelsz? A zöld búza füllé, vagy? Egy jó búza füllé. Ugye? Aha. Zöld. Még jó, hogy engem egyikötök sem inspirál. Nem cseszem el az életem. Ja, gyerekek, nem tudtak semmit jó kis zapkására. Na, megnézzük, hogy ki a játékosunk. Uven bácsi és Beunél. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Uven bácsi és Berunéni. A párafan csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello, Anikó! Anikó, mi újság? Hát, semmi extra, örülök, hogy bekerülhettem. Na, régóta vadászol ránk? Hát, vagy háromszor, négyszer írtam SMS-be, de igazából az utóbbi 7 hónapban napi
4 morning show-t meghallgatok, úgyhogy eléggé szerettem volna már bekerülni. Igen. Na, picit ránk kattantál, de ez jó, persze. Napi 4, mi mit csinálsz, hogy mit dolgozol, hogy mellette ennyit tudsz hallgatni minket? Egy gyárba dolgozom, kapcsolókat gyártunk, egyébként ez Bécsben van, és egész nap egy füles van a fejemen, hogy így kommunikálni senkivel nem tudok, mert ilyen nagyon hangos gépek mellett dolgozunk, és zenét hallgatok, de azt már meguntam, ti meg viszonylag változatosak vagytok, úgyhogy... Na, azért a viszonylag az egy dicséret. Az egy fontos jelző. Ezt néha magunkon is érezzük itt, de hogy most csak viszonylag... Most a Mennyországban érezzük magunk. Na viszonylag ez visszahúzott. Hát próbálunk azok lenni. Igen. És akkor archívból visszahallgatsz naponta több adást? Igen, igen. Balázs videótékájából szoktam én is töltögetni, és helyes. Akkor... Fúj, fúj, komolyan mondom, hát elítélem hangosan, aki letölt. Nem baj, a lényeg az, hogy a te neveddel azonosít. Komolyan letölteni, fúj, nem szabad, nem szabad. Helyes, nagyon helyes. Mit használsz? Jó programodon? Jó, nagyon helyes. Jó. Jó van, és most jöttök át Sopronba? Igen, már itt vagyunk, most egy parkolóba megálltunk, mert párom most megy elsősegélyvizsgára. Na, úgyhogy... Kressz, vagy jogsi, vagy mit csinál? Igen, csinálja a jogosítványt. Már a Kressz az megvan, most jön az elsősegély, aztán forgalom. Mennyi idős a párod? 30 éves. Nem kapkodta el ezt a jogosítványt. Nem. De legyen is neki attól férfi a férfi. Legalább megfontolt vezető lesz. Az biztos. Mellettem muszáj is. Te is vezetsz? 9 éve. Hát akkor azt neki is meg kell tanulni. Jól van, ott van most ő is akkor? Igen, néz a kocsiból. Ül az anyas ülésen is, üveges tekintettel néz maga elé. Mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi Beru néni, figyelj! Nem, szerintem a kaszát egyenesen zabarratáshoz készült. Vagy ez egy rettenetes párbaj. Na, mutatjuk, mit énekelnek. Oké. Okay. Hú, ez nem volt túl sok. Mutatjuk még egyszer, jó? Jó. Semmi, pedig be egyébként megfejtettük. Álmaimban Amerika. Most jött az SMS. Nem hiszem. Ja, SMS. Ó, megvan az ajándékcsomag. Ki volt az az ügyes, aki küldte az SMS-t? Szerintem a bátyám. Nem láttam a számot, de még... Szerintem ő volt, mert ő ilyen okos. Igen, AD Studio. AD Studio, álmaimban Amerika visszaindeket, így van. Így van, ez egy nagyon szép megfejtés volt. Jó, küldjük az ajándékcsomagot akkor. Nagyon szépen köszönöm. Ügyesek legyetek, ciao. Jó, sziasztok. Hello, ciao, ciao. Na gyerekek. Ha lassabban ezt tovább tart. Bizony. A háttal, az már élvezett, kicsit tantrikus. Csináljunk még egyet? Ennék én csak mindig beszélnem kell, de majd most. 8-szor van pontosan, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 8-szor amúgy pontosan 15 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk péntek van, hétfőn pedig Debrecenben leszünk a Kossuth téren. Ez ugye augusztus 18-a, méghozzá a klassz nyár utolsó állomása. És hát ott vagyunk, rádióműsorok, tévéműsorok. Tévéműsorok is lesznek? Minden. Ja. Hát, ha már megyünk, akkor csináljunk. Lesz, hát csinálunk valami tévéműsor. Lesz ott. És ugye a Vastagék, Napóleon Bulvár, Ergo Huligánsz és a Kassa Tibi is ott lesz. A Napóleon Bulvár. Júlia nem akar a földre. Az nem, az... 7 óra, vagy 5 órától föl is szállnak majd. És 10 órától, igen, pedig a Klassz Kívánság műsor, illetve Piros a Klassz délutánnal szintén. Úgyhogy gyerekek, hát lesz. Milyen lesz az időjárás, mert eddig jó lesz. Mert eddig 2-1. Nem lesz gond. Eddig vereséget szenvedtünk a három állomásból. Igen, az idei klassz nyarak az nem annyira. Hát, de előtte meg zsinórban, jó, hosszú éveken keresztül mindig mákunk volt. Ha kell egy ilyen is, mi? Jó, engem meggyőztél. Nem, jó idő lesz, nézem egyébként, abszolút sem. Most marad ez a 23, ez a kánikulának vége. Szerintem nyilván így, ahogy jön az ősz, már nem leszek ezek a 30 fokok. Úgyhogy ez a 25-26 napocska, sütögecske, felhőcske. Sütögecske is. Jó. Hát, ha ilyen lesz, én megyek. Hát, én ott maradok egész napra. Napocska, sütögecske, felhőcske.
lesz, úgyhogy, úgyhogy jó idő lesz, gyerekek. Na! Jaj, bocsánat, üzenni szeretnék. A 067-es végű büdös bunkónak üzenem, hogy fekete listára raktam a telefonszámodat, és soha többet nem fogok látni tőled egyetlen SMS sem. Úgyhogy nyugodtan küldözgesd őket, de felesleges, mert csak feleslegesen költöd a pénzedet. Jó? Miért szólsz de most neki? Miért szólsz neki? Hát legalább hadd küldje, de akkor legalább hadd menjen a ló. Ne, hát csak, hogy, hogy tudja. Ja, korrekt vagy. Aha. Csak tudja. Kell erre reagálni? Aha, néha persze. Szerintem kell. Igen. Néha kell. Jó, akkor. Trafi a 81-esen Pér belterületén Fehér Szeátból. Samu küldte nekünk. És milyen jó, hogy te is mellettem állsz ebben a dologban. Más gondolok erről, de nem áll, az nem arról az, hogy nem állok mellette. Én azt gondolom, hogy olyan SMS, ahol egyszerűen ilyen stílusban írogatnak, szerintem arra sem értő, hogy válaszoljál neki, hiszen ha te válaszolsz neki, akkor pontosan látja, hogy elérte a célját, vagyis tulajdonképpen ő győz nekem. Erről ez a véleményem. Én nem arról szól. Legyen nem egy nagy pillanat az életben. Én szerintem titokban egyszerűen fekete listára tenni azért jó, mert ha látja, hogy téged ez bármilyen szinten fölhúzott, ez az egyik, akkor ő eléri a célját. Kettő, ha más hallgató látja, hogy téged ilyen SMS-ekkel fel lehet húzni, akkor szerintem később küldenek ők is hasonlót. Neked, nekem, más műsorvezetőnek. Tehát szerintem én nem az, hogy nem vagyok mellette, én más, hogy reagálom ezt le. Tehát nem tudom, mit írt, mert nem láttam. Sose értek egyet, ha valaki olyan hangnemben SMS-ezik velünk, mert szerintem nincs joga hozzá. Még ha sokan azt is gondolják, hogy mi barátok vagyunk, vagy azt gondolják, hogy ott vagyunk a reggelekben, csak ezzel, hogy te reagálsz rá adásban, ezzel, ha ez a típusú ember, ismerem az ilyen típusú bunkót, az azt mondja, hogy de jó, elérte a célját. Jó van, fölidegesítette magát a kis János. Látod, hallottad, látod, még reagált is rá. Ha ezeket az embereket, ezeken úgy nézel át, hogy erre nem is reagálsz, akkor viszont akkor nem érj el a célját. Tehát én ezért nem szoktam, ezért nagyon sokra tudnék, hát aztán kapok én is elég sok bántó SMS. Tehát itt nem arról van szó, hogy ki áll melletted, vagy bárki mellett, hanem hogy nem hiszek ebben. Mert az ilyen típusú embernél az olaj a tűzre. Tudod, van az a típusú bunkó, akit ha lereagáld, akkor örül, hogy birkózhatott veled egyet. Ő még koszos is lett, még élvezte, és neked viszont csak rossz napod lesz. Tehát ezért gondolom ezt. Belőlem általában az értetlenség váltja ki ezt. Tehát, hogy tudod, így gyűlik, és az ember egy idő után így tudod, így ki kell egy picit adnia magából, mert hogy nem érti, hogy miért kapja ezt. Nem tud, igen. Mivel váltotta ki ezt a reakciót, érted? Én ezt abszolút értem. Anélkül mondom, hogy látnám, hogy mit írt, mert több száz, nem is olvasom el mindegyiket, csak jelölöm a közlekedést, de hát tudod, azért nem ugyanolyan intelligenciájú hallgatók hallgatnak minket. Sőt, valakinek szerintem eszköze, hogy rajtunk élje ki magát, tehát hogy erre azért mindig tudni kell így tekinteni. Na jó van, belerugok az egyikbe, tudod. Mert rajtuk úgyis levezethetem, mert nincs máson. Egyébként az én életem nyomorult, nem az övék, csak rajtuk vezetem le. Ha neki teret adsz, akkor ő szerintem ezzel viszonylag győz. Én ezért nem szoktam ezekre soha reagálni. Tudjátok, mi ebben egyébként a legszomorúbb, meg számomra a legfájóbb, meg hogy igazából nem veszik így a lapot, hogy ez a műsor is, meg ennek a műsornak az előzménye is mindig híres volt arról, hogy nagyon sok embernek beszól. Hallgatónak soha. Tehát, hogy mi azokat az embereket, akik ilyen SMS-eket írnak nekünk, mi soha nem bántjuk. Celebeknek beszólunk, közszereplőknek beszólunk. Ezek az emberek egy kicsit fel is vállalták ezt a céltáblaságot. Azért is vannak, igen. Nekünk is be lehet szólni a részükről. De hogy azok az emberek, akiknek szól ez a rádió műsor, miért írnak így? Hát most már komolyan mutasd meg, hogy mit írt. De nem tudom. Hogy mert nézd meg a törölt SMS-ek között, mert Viki mindig kiszokta ezeket törölni, mert tudja, hogy... Viki a takarító ember. Igen, hogy néha rosszul reagálok rá. Na várjál. Amik egy picit fáradtabb vagyok. Már többen írják, hogy küld a számot, majd ők intézik. A hallgatók között. Figyelj! Én nem látom basszus, mert én annyira analfabéta vagyok. Most a Viki se látja. Figyelj, az ilyen SMS, azt fölrakod egy meleg oldalra, az SMS, te is azt mondtad, hogy karcsi vagyok. Hívj éjszakra. Mindenbe vállalok. Ha nem veszem föl elsőre, ne add föl. Félénk vagyok, ha letagadom magam, próbálkozz újra. Éjszaka hívj, inkább nappal alszom. Kettőtől négyig vagyok aktív. Kettőtől négyig nagyon aktív vagyok. Ha úgy csinálok, mintha nem tudnám, hogy ki van, ne add föl. Ez a perverzióm. Erre indulok be, hogy letagadom magam. És landol a telefonszám egy ilyen oldalon. És kész. Nyilván hányszor megtehetnénk ezt, még soha nem tettük meg, pedig azért mi is meg tudnánk keseríteni a hallgatók életét, de nyilván azért vagyunk, hogy ezt eltűrjük, meg talán ez is a kicsit a feladatunk. Igen, tökre értem, hogy mit mondasz. Én is rosszabb napokban érzem azt, amikor az ember sebezhetőbb egy kicsit, hogy de szívesen visszahívnám. Basszus, de hogy valahogy mindig ott van, hogy. Nem szeretsz, de legyél már akkor egy gyökér. Igen. Most már, ha nem mondod meg, mit írt, akkor most már viszont most már a te telefonszámod. Az a baj, hogy szinte idézhetetlen.
Igen. Aha. Mi húzta föl magát? Hát nem is beszéltél túl sokat, a Zabról beszéltél. Most mi olyan volt, mert legalább, ha valami sarkos véleményt megfogalmaztál volna valamiről, és megosztó dolgot mondtál volna, amikor a hallgatóink egy része utál, a másik azt, hogy Jani király vagy, de jó, hogy végre ezt valaki kimondta, a másik meg írná, hogy... Viszont van egy tök jó poén. Kazinak az egyik törzs hallgatónknak ugyanúgy 0-67-re végződik a telefonszám. Nem, Kazi, nem rólad van szó. Most ő is megsértődött. Igen, mert most ő is megsértődött, mert hogy nem, én vagyok a bunkó. Nem, én rájöttem egyébként, hogy ez a típusú embernek mindig a legnagyobb büntetése, ha közlekedésben beszól neked, ha félrelök a sorban. Persze az embernek ki kell állnia magáért, de ha valahogy úgy engeded át magadon, hogy neki ezzel olyan tükröt mutatsz, hogy nem mész le az őszintjére, az nekik sokkal jobban fáj ezek. Az emberek szeretnek birkózni. Az ilyen típusú ember az szereti, ha az ő ürességét, semmiségét, pitjánerségét és szürkeségét valaki észreveszi. Tudod? Szóval, hogy szerintem ezekre az SMS-ekre azért sokszor úgy kell nézni, de majd én is fel fogom húzni magam, és akkor mond neki, hogy látod belé egy hete, azt mondtad, most meg te is izé vagy. Igen. Mert tudok én is az lenni, ezt nem vitatom, hogy engem is tud rosszul érinteni. De hogy általában, ugye minden ember minden embernek tükre tulajdonképpen. Tehát amikor neked beszól, és sem más nem csinál, mint hogy valakin a saját életén keletkezett frusztrációt, valaki le kell, hogy vezesse. És akkor szokod az egyik ember jó belerúgni a másikba. Ez nem történik más, mint hogy te mutatsz neki valami olyan tükröt, amiben ő csúnyának, rossznak vagy nem elég szépnek látja saját magát, és ezért szemel ki téged. Te vagy valószínű az ő tükre. Vagy a Feri, vagy a Jáksó, vagy én, vagy a Piros, vagy tök mindegy, érted? Mert hogy bennünk lát valami, de igazából az ő magáról szól, de ha nem mondja meg valaki ezt az SMS-t, akkor hazamegyek. Én meg hazamegyek. Hallgatok már azt is mondják, hogy nyugodtan mondd be a számát, mert ők írnak neki sok esélyt. Ja, jó. Figyeljetek, tehát hogy tényleg mondom, nem értem, igazából az értetlenség szülje. Nem tudom, nem tudom, hogy de nem, mert nem, az ember mindig azt várja, amit nem ad. Rosszul közelítesz hozzá. Rosszul közelítesz hozzá. Ezt is elmondom, hogy miért. De ez nem arról van szó, hogy ne védelnek meg. Én azt gondolom, hogy nem tudod megérteni, mert hogy valójában nem rólad szól. Tehát én bejövök reggel, és összeveszek veled, és azt mondom, hogy hogy nézel ki, és hogy bármi. Mindig ugyanúgy. Egyrészt ebben nem tudok belekötni. De meg kell érteni, hogy az ilyen emberekben nem csináltál se, de nem rólad szól ez a dolog, ez az ő dühe, az ő frusztrációja. Te csak az eszköz vagy, amin kiélheti. Érted? Te ne keresd magadban a hibát, mert akkor viszont rosszul próbálod őt megfejteni. Tehát nem erről van szó. Szóval valaki fölked ballából, aztán jobb eléd rúgat. Neki könnyebb, neked rosszabb, ha magadra veszed, azzal még neki kedvezel. Én valahogy ilyen szellemben próbálok élni, de hát aztán lehet, hogy 10 év múlva gyomorrákom lesz, mert nem idegesítem, ilyen nem fel magam. De ritkán egyébként azért én is fel néha, tudom. Persze. Néha azért ki kell adni az emberből ezeket a érzelmeket vagy indulatokat, de meg tudod, nem értem tényleg, igazából ennyi az egész. Meg fura, hogy általában nem állítanak meg az utcán, vagy nem várnak meg itt a rádió előtt, hogy ezt így a szemembe mondják. Nem, mert mindig mondod, hogy mindjárt jön a Balázs. Neki is egyébként javasolna. Ja, igen. Megértem, hogy tűnös vagy, nem én voltam, Bali volt, mindjárt jön. Nem, azt mennem kell. Igen, és aztán én meg beleszaladok két maflásba általában. Egyébként sok esetben meg szoktam keresni ezeket az embereket. Már kiket? Hát, ha amennyiben meg lehet őket találni, nem, hát mit tudom én, ilyen-olyan oldalakat, stb., mert vannak néha árulkodó jelek, és akkor megnézem például egy ilyen közösségi oldalon, hogy kíváncsi vagyok rá, hogy ez milyen ember lehet, hogy élhet, hogy milyen fazon lehet. Volt ilyen egyébként, beszólt, és akkor így megkerestem, és láttam, hogy nagyon viccesnek tartja például azt a hölgy, mert egy hölgy volt, hogy mondjuk egy ilyen literes, üres viszkis üveggel fotóztatja a gyereket. Szereti. Hát igen. Ja, tehát, hogy láttam, gyereket, hogy ők nagyon szépen élnek, nagyon szimpatikus értékrendszer alapján, és akkor úgy meg is értettem rögtön, hogy... És ezeket te megnézed utána? Néha megnézem, igen. És amikor azt látom, hogy az egész család konkrétan részeg egy kiránduláshoz, akkor már úgy, hogy hívják, úgy látom, hogy hát nem vagyunk egyformák. Persze, hogy beszól. Nyilván egyébként igen, ez egy érdekes dolog, hogy a mi munkánk, ami egyfajta nyilvánosság előtt zajlik persze, azért rengeteg embernek tükör. Abból a szempontból tükör, hogy azt gondolja, hogy mi itt ülünk 4 óráig egyébként jópofáskodunk, semmilyen munkát, valódi munkát ebben tulajdonképpen nem is nagyon teszünk. Fölveszünk egy halom lóvét, 11 órakor otthon vagyunk, és nagyjából ennyi. Aztán nyilván, ha ide jönne és látná, hogy egy ilyen 4 órás műsorban egyébként mi munka van, vagy beülne a mikrofon mögé és megnézni, hogy tulajdonképpen nem olyan egyszerű azért 4 órán keresztül végigpofázni, akkor rájönne, hogy azért ez is egyfajta szakma talán. De hogy tulajdonképpen minden ilyen SMS nem szól másról, mint hogy valami neki nem sikerül. Érted? Tehát, hogy valami neki nem jön össze, és benned látja azt, hogy neked igen. Mi történik? Csak a saját kudarcával szembesül általad. Érted?
Tehát, hogyha én látok valakit, aki írja, irigy vagyok, én nem őt utálom, csak azt gondolom. Tulajdonképpen a saját kudarcommal szembesít. Vagy boldogtalanságommal, vagy frusztráltságommal, vagy az alacsony fizetése, vagy bármilyen dolog, ami bennem frusztráció, és elkezdem őt utálni. Csak intelligencia kérdése rájönni arra, hogy ennek nem mi vagyunk az okai. Hogy ő neki valami nem jött össze ebben az életben. Hát az már egy, az már egy fokú tudatosság, hogy azt mondom, hogy igen, kicsit irigy vagyok, kicsit utálom, de ha jobban ismerni magam, rájönnék, hogy nem is őt utálom, jó gyerekű. Igazából saját életemben nem vagyok kibékülve, de olyan jól esik másba belerúgni. Mindig könnyebb valaki másnak beszólni, mint azon elgondolkozni, tudod, hogy mi mit rontunk el, vagy mit csinálunk szarul, vagy rosszul, bocsánat. Szóval az mindig egy egyszerű megoldás. Egyrészt leveszi a terhet rólad, vagy önmagadról, kettő, nem ismered el a saját kudarcodat, hanem inkább azt mondod, hogy izé, kis Robben, érted? Mert itt írják egyébként, ne húzd fel magad, kis Robben, nagyon szellemes. Ja, nem, az kis Robben, az tetszik. Nagyon jó. Nem, ez megint. Erre mondtam a Robben, ő nem a Robben, tényleg csak mondom, a kis Robben, nagyon jó. Meg jó pofa az eső, nem erről van szó. Hát nem, ő konkrétan azt írta, hogy én egy nyilván... Ne is. Ja, nem kell. Nem, csak kérdezted, hogy nem, én elolvastam, egy igazi paraszt, de nem kell vele foglalkozni. Nyugodj meg, a Viki eltűnt, elment telefonálni, percei vannak hátra az embernek. És meséljük meg ezzel a parasztokat. Szóval én valahogy mindig így próbálom magam vigasztani. Ezért is van ennyi boldogtalan ember egyébként Magyarországon, mert hogy mindig a másik figyelés. Ha megnézed, mi egy ilyen nagyon átbámulós, mozgó lépcsőn átnézős, kocsiból átbámulós, egymás arcába belenézős, milyen autóval jövős, milyen ruha rajtad vanós, spanyolul beszélosz. Amit mind tudjuk régóta jól művelsz. Tehát kimész külföldre, ott nincs ez a fajta hihetetlen méregetés. Mi történik? Az ember szubjektív boldogságérzetét a másik boldogságérzetén keresztül próbálja meghatározni. Jobb az autón, boldogabb vagyok. Az egy nagyobb autó, basszus, mégse jó nekem. Nézd már, hogy van föltözve. Jobb ruha van rajta. Megy ez a folyamatos állandó. Ülj be egy kocsiba, és azt látod, hogy az emberek jön veled szembe, és téged néz. Te nézed, egymás, mozgol, mindenhol. Ez nincs ám külföldön, mindenki tök jól áll van a saját világában. Mész, nézed a másikat is, egyre jobban boldogtalan vagy, mert neki nagy szebb, esetleg, mint a gyereke, vagy a kocsia, vagy a háza. Látod, hogy például ez az SMS író, ez pont a másik oldal volt, mert őt például az zavarja, hogy én egy proli vagyok, aki villamossal jár, ő viszont igen, és hogy én spórolok a pénzzel. Most nagyon szépen fogalmaztam egyébként, mert ő teljesen másképp írta, ő meg nyilván kicsit költekezőbb típus. És ez a probléma. Aztán az is lehet, hogy ő volt az, aki abban a bömösben ült, ami ott a, hogy hívják, ott a kompnál áldogált, és kidobta az ablakon a szemetet, és szóltam neki, hogy gratulálok. Lehet, hogy most. Na látod, hát akkor is, na látod, akkor is egyfajta tükör vagy egyébként. Igen, hát ő rászóltál, hogy kidobja a szemetet. Igen. Hát ja, nem egy egyszerű dolog egyébként. A Krav Magát ajánlják, hogy ilyenkor nagyon segít. Az valami izraeli sztori, nem? Igen. Valami önvédelmi igen, dolog? De azért alapvetően ez védekezésre való. Akkor már találkoznak személyesen, amikor a Krav Maga kell. Ugye? Tehát ott már ütsz, vagy védsz, vagy nem tudom, mit csinálsz. Persze, ő már üt, én meg védekezek, és utána elfutok, mert a Krav Maga az kb. Erről szó. Igen. Igen. Nyugi, Jani, hazudott az illető, nem fogják elvenni a pontjaidat. Olvasd be a számát, a Polgár Petit is elzavartuk. Írja valaki. Igen, nem szabad lemenni az őszintjére, mert agyonver a rutinjával. Milyen jó duma egyébként, de nem ismertem. Taxi 75 küldte nekünk. Mondd neki, hogy a szájából expander csinálsz. milyen kemény dumák ezek egyébként. Igen. Na mindegy, jó, igen. Szomorú. Hogy? Hát mindegy, ez van, de azért az ember mindig bízik benne, hogy azért, és én nem hogy bízok benne, hogy biztos vagyok benne, hogy nem, elsősorban nem ilyen embereknek készítünk itt reggelente rádióműsor. Hát olvasd el a sok száz, csak a beszélgetés alatt beeső SMS-t, ami... Jó, a feladat teloszámolja. Jó, akkor, de legalább megpróbálom jóvá tenni. Nagyon szépen köszönöm, hát persze. De hát hogy ki mit hal meg ebből? Balázs, engem csak az érdekel, mit csináltok abban a 4 órában? Ha lesz egy nyílt nap, meghívtok, szívesen elmegyek, sokoldalú vagyok, mellesleg sziporkázó egyéniség. Látod, ő is kivette a maga igazságát ebből a megszólásba. Hagyjuk az egészet. Bejövök, adjatok melót. Átülök valamelyikőtek helyére. Igen. Azért, mert nem eszel elég zabot. Zabos azért ez a reggel. Igen. Azért van ez. Igen. Hiányzik az étrendemből a zab. Igen, a Túró Rudihoz megszorhattad volna. Igen. Jani Balázsnak igaza van. Ezek az emberek gyávák, másokat hibáztatnak a saját nyomorukért. Közösségi oldalakon van, akiket az élet úgy felhúzzák a másikat. Micsoda? Közös oldalakon vannak, igen, akiket az éltet, hogy felhúzzák a másikat. Ne törődj vele, mi szeretünk.
És valamelyik nap a Ferének az oldalán olvastam egyébként. Teljesen igazatok van, kölcsögök. És láttam, hogy krakilerkedik a Ferének, szoktam olvasgatni az oldalát, hogy többet tudjak meg róla, mégiscsak egy dolog hozik egy pár. Hát, ha valami kiderül még. A Facebook oldalán rengeteg új információt tartalmaz a műsorhoz képest. És észrevettem, hogy van egy fickó, aki állandóan egy krakilerkedik, mindig kötekedik a Ferivel, és egyszer aztán a Feri válaszolt neki. De többször írt már be olyan. Korrektül. Igen, teljesen korrektül válaszolt egyébként a Feri, ráadásul egy picit be is égette az illetőt, mert egy halfajtát nem igazán ismert föl az illető, és hát azzal vádolta a Ferit, hogy egy kis kaja kedvére eladta a lelkét. És a Feri nagyon kulturáltan jelezte neki, hogy az bizony nem hek, hanem fogas. Egyébként egy-kettő fizetten érte, igen, fizetett három meg, hogy nem kell egyébként a helynek, stb. És utána pedig az illető beírta, hogy igazából csak valami olyasmit, hogy ez egy teszt volt, és hogy örül neki, hogy válaszolt, mert az egészet csak ezért csinálta. Mm. És visszanézegettem az SMS-eit, illetve azért a kommentjeit. Neked is van időd azért. Gyakorlatilag kikerek, komolyan. Hát azért mi van vele? Komoly melót teszel azért a Feri Facebook oldalába. SMS kommentelők SMS-eit nézed vissza. Van menned. Mi van velem? Van menned, Kraft. Figyelj, ennyi időd de van. Érdekel, hogy nem tudok kiszakítani magamnak. Nagyon komolyan nyomod. Mert mindenkinek arra van ideje, amire akarja, igen. Látod? A Feri Facebook oldalán a krakélerkedő SMS-ek SMS-eit nézed vissza. Van benned lenne. Nem olyan sok idő ez egyébként. Tehát, hogy nem kellett annyi. Ezzel arra célod, hogy kevés az esemény. Így van, így kevés az esemény az oldalon. Nem túl sok rajongó, nem túl sok komment. Nem, de visszanéztem, és ugye ez volt a stílus végén. Igen. És utána, amikor visszaszólt neki kulturáltan, és mondom ráadásul egy picit így pellengére is állította vele a fickót, vagy kellemetlen helyzetbe hozta, sarokba szerte, akkor persze kiderült, hogy igazából azért csinálta az egészet, mert hogy ki akarta ugratni a nyulat a bokor, vagy a Feri válaszoljon neki végre. Hogy ez csak érdekes a stílus, mert gondolkoztam, hogy még erre is válaszolok, hogy akkor miért nem így kezdted. Igen. Szia Feri, szoktál válaszolni a izé kérdésekre? És akkor megírom, hogy igen, szoktam, ha olyanok. Hogy miért kell bántani csak a bántás kedvéért a másikat? Szívesen levezetném az emögött meghúzódó lelkitézőket, de egyrészt hallgatunk nagy része öngyilkosságot követni. Másrészt tisztől már kívánságműsor van. Szerintem ezt egyébként ők is nap mint nap átélik valamilyen formában. Tehát, hogyha például nem adsz meg egy jobbkezes utcát véletlenül, mert kicsit elgondolkodtál, vagy hosszú volt a nap, vagy picit fáradt vagy, csak akkor kiszól a kocsiból az illető, akinek nem adtad meg, és átszól az autóba hozzád, ahol egy nő vezet, hogy mit csinálsz te? Érted? Hogy akkor ott ők is ugyanígy átélik ezt nap, mint nap. Meg amikor neki tolják a kosarat, ahogy hívják be, a hipermarketbe, vagy amikor elétolakodnak a postán, és beszólnak neki is olyan stílusban. Tehát, hogy ezeket ők is átélik szerintem nap, mint nap. Biztos átélik. Nekem ezért nincs semmilyen. Tehát, hogy én sem vagyok hajlandó erre igazából időt ezért szállni. Nem ott meg egy jobb kezdet. Egyrészt ezért nem hiszek a kreszben, innen indul. Tehát, hogy szerintem hülyék találták ki, innen indul. Aki kitalált, ez egy barom volt. Nem, többek között ezen megfontolázva sem üzemeltetek a sor oldalakat, mert nyilván azt akkor már moderálnod kell, nyilván válaszolod kell, nyilván hülyékkel kell birkózni, és úgy valahogy azt gondolom, hogy nem tudom, nem lenne elég se türelmem, se energiám. Most tényleg én győzzem meg arról, hogy induljon el a lelki fejlődés útján, és ne engem cseszegesse, hanem törődjön bele, hogy szar az élete, ronda a felesége, ronda a gyereke, egyébként meg mit tudom én, kirúgták a munkahelyéről, érted, az ő hibájából, mert mondjuk cseszett bejárni időre, tudod, tehát hogy én valahogy ezért, többek között ezért sem. De, hát igen, ez egy ilyen típusú hallgató. Sok ilyen van egyébként szerintem. De nem szereted az embereket. Én ismerem az embereket, az nagy különbség. Hát de milyen jó lenne egy Facebook, ahol rendbe tehetnél emberi életeket. Érted? Nekem ehhez nem. 10-kor leülnél és kettőig itt írnál. Nekem ehhez rövid az életem. Sziasztok, Sebesén Balázs vagyok, ez pedig itt a bunkó formáló. Mai adásban megint megfejtjük, igen. Aurellal, hogy de Józsi legyen, fogunk találkozni, aki. Oké, igazi büdös bunkó. Szia, Aurell! 200-160 hallgatod, napi 10 órában, a death metalt otthon, egyébként folyamatosan vegzálod a szomszédasszonyt, aki egyébként férjes, kégyerek anyja, hogy feküdjön le veled. Igen, mit tudunk ezzel együtt tenni? Nem, szerintem ez nehéz. Nehéz dolog, nem egyszerű. Na jó, a hármasugrás lehet jelentkezni. Jó, egészen nyugodtan. SMS-ben, mint mindig. Mi pedig jövünk a hírek után 8:30 múlt, pontosan 6 perccel. 3:49 van, pontosan jó reggelt kívánunk. Mindenki, bocsánat, már fertőznek is. A Zabe, oda szaladt. Zabos vagyok. Most egy kicsit. Igen, az ab megakadt. Az M7-es autópályán 98-as kilométerénél mérik a Budapest felé haladók sebességét. Mindenki figyeljen, küldte nekünk buszos. Rengeteg trafi van, mondom még, hogy hol.
trafi van az M5-ösön a 30-as kilométernél. Dévi küldte nekünk, valamint a budakeszi úton lassú a haladás. Ezt István küldte nekünk. Aztán trafi a 81-esen Pér belterületén, méghozzá Fehér Szeádból mérnek, üzente nekünk Samu. Baleset a Budaörsi úton befelé, elég nagy a torlódás, ezt Bara küldte nekünk. Ennek a pontos oka, hogy a laktanya előtt a belváros felé két autó ütközött a Budaörsi úton, és emiatt alakul a dugó, ezt Kriszti küldte nekünk. Aztán van még egy trafink az M3-ason méghozzá, 230-as kilométernél Budapest irányában. Csévi üzente, M1-es autópálya 45-ös kilométer nagy, Habszivacs a pálya közepén. Hát az jó. Legalább puha. Igen, nem? Igen. Évi üzenti, M0-as 58-as kilométer M5-es irányában van egy őzikénk, még mindig ott van, senki nem tud rajta segíteni. És az M6-oson mindegy milyen állatok vannak, autó úgy sincs rajta, ezt Jóci küldte nekünk, köszönjük szépen. Egyébként erről sokszor beszélünk, tényleg fantom autópálya. Tehát, hogy az ott óránként kettő darab autó, soha nem vagy annyira magányos, mint amikor az M6-oson mész. Nem? Csak ki ne fogjon a benzin, itt fog meghalni. Elrabol valami baltásgyilkos, itt kapsz egy defektet, hogy ott ember nem talál rád egy évig. Ott vannak 10-20 kilométeres szakaszok, hogy tényleg senki. Senki nincs egyébként. Nem értem. Nem sikerült ezt megfejteni. Sokszor találgattuk már. Jól van. A debreceni kitelepülésünket ne felejtse el senki, jövő héten hétfőn ott vagyunk. Jó, az utolsó lehetőség, hogy találkozzunk, mert aztán elég sokáig nem leszünk. Elköltözünk az országba. Egyrészt igen, megyünk egy hosszabb túrára. És hát nem is megyünk, ugye? Hát zárul a nyár, tulajdonképpen vége a kitelepülések időszakának, úgyhogy Debrecen az utolsó helyszín, méghozzá a Kossuth téren. Egy Morning Show-s Klassz FM-es kitelepülés, valamint virágkarnevál, rengeteg program. És az mondok jó. Nektek egy nagyon-nagyon jó hírt. Nekem most nagyon jó jön egy jó hír. Jövő hét hétfőn, amikor mi Debrecenben leszünk, és virág, tudjátok-e, ki lesz még ott? Nem. A Kárász Robi! Hú. És a Demcsák Zsuzsa. Mit csinálnak ott? Onnan megy a műsor. Kossuth téről? Állítólag. Azt nem tudom, hogy a Kossuth téről, de Debrecen. Akkor jelenésünk van. Akkor neked hány órakor? Hát egész reggel. Na, írunk médiatörténelmet? Beszaladunk megint? Együtt kéz a kézbe? Én azt gondolom, hogy kellene. Beszaladunk? Szerintem nem tudnak minket megakadályozni benne, hogy ismét szerepeljünk. Illetve én ismét, te pedig először. Üdvözöles a TV2 nézői. A TV2. Hogy üdvözlöd? Harpofával? Ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham. Lehúzom a drága. Ham-ham-ham. Beköszönök a farpopám. Beleszaladunk kéz a kézbe Kárász Robi hátsójába, nem szó szerint, hanem hogy elfutunk Kárász Robi mögött? Nem mög, hát akkor beülünk a kanapéra melléjük. Szia Robi, szia, jól van? Szia, jól van, na hajrá, mi is itt vagyunk. Jó van, minden rendben. Klassz FM, a rádió. És kilépünk. Ennél durvább azt mondta, hogy tele vagyok az RTL-en, nem sokára. Úgy sem meritek megcsinálni, gyávák vagy. Úgy sem mered. Hány éve dolgozunk együtt, Feri, és még mindig nem ismer. Azt gondolom, hogy szerintem van bennünk rá kendő. Hol lesznek? Debrecenben valahol, élhetőleg ott a virágkarnál helyszínén, szerintem ők is arra mennek. Megtaláljuk őket. Na jó. Hát legyen így. Ők akarták. Most kihúzták a gyufát. Aha. Akkor megkapnak minket. Lehet, hogy a stábból most hallgat minket onnan valaki. Hát mit csak körbe kordonozzák bizony, őket? Már újabb biztonsági őrök vannak. Ennyire nem lehetnek betoljak, hogy most megijednek, hogy hú, most akkor, vagy RTL-es fölbukkan a TV2, hát most akkor mi van? Szerintem se nem egy nagy sztori. Á, úgy, ne, nem ennyi. Úgy nem, se, nem, nem, mondom, nem, hogy nem csináljátok. Nem, nem, megyünk oda. Nem, nincs mitől tartanatok. Egyébként te honnan tudod, hogy hétfő hol a Kárász? Megírták a hallgatók. A Kárász üzenget már nekünk? Nem, hát ők gondolom megy valami reklám, vagy bemondták, hogy hétfőn ők is a virágkarneválon lesznek. Ezt egy hallgató megírta, elolvastam és elmondtam nektek. Igen. Gyerekek, és Vézolikának is megígértük, hogy jön. Csak mondom, hogy igen. Éppen a bipoláris depressziónk felső szakaszában voltunk, amikor könnyelmű ígéreteket teszünk mindenkinek. Aztán, amikor kicsit mélyebbre kerülünk, ezeket már félünk beváltani vagy betartani. Csak mondom, hogy a legutóbbi, talán lellei kitelepülésünkön egy meglehetősen könnyelmű ígéret hangzott el, miszerint, illetve kérés, és aztán ígéret a hallgatók felé, hogy jöjjön Vézolika, és ne is egy, hanem kettő számot nyomjon. Jó, ezzel feladatnak jeleckén. Egy újat, mert hogy belehallgattunk az újba, ami nem volt új, hanem egy feldolgozás. Mi volt a Komszi Komsza, vagy a Kamonszava? Kamonszava. Kamonszava. Igen. És ugye hát
a delfines csúszás vízi bicikli. Valahogy zárni kell ezt a nyarat, nem még ha nem is csúszdáztunk sokat. Azt mondta, hogy nem lesz kész az új dal addigra, de a delfines csúszás és egy kamonszávát bármikor szívesen elénekel. Hát én az újat szerettem volna. Jó, a delfines csúszás az alap. Tehát akkor nincs kész az új, nem lesz kész addigra. Azt mondta, hogy nem lesz kész, tehát meg kell hívnod szeptemberbe ide a stúdióba, mi akkor sajnos nem leszünk a Janival. Hát miféle világ ez, hogy miért nincs? Hátul kávézunk majd. Megígérte. Megígérte, hogy hozza az új dalát Bézolika egyébként. Hát nem? Dolgozik még rajta. Jó, hát ez biztos, hogy jó lesz. Jó, szóval csak mondom, hogy ne könnyelműsködjük el, valaki szóljon neki, hogy jöjjön. Jön, ő jön, már a Lellére is egyébként, csak miattunk jött. Biztos vagyok benne, hogy nem kell neki szólni, és ott lesz. Ott lesz 6 órakor a kordon mögött. Igen. Fiuk. Jó, hát megígértük, úgyhogy elnyomhatja az új dalát. Jól van, tehát hétfő Debrecen Kossuth tér, jó, ez az, ami nekünk nagyon-nagyon fontos. Gyertek, hogy sokan legyünk, mi pedig játszunk valakivel már is. Egy jó kis hármasugrás. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló. Halló, sziasztok. Hello, Márti, jó reggelt. Márti vagyok, sziasztok. Márti. Sziasztok, hát micsoda kitörő lelkesedés, micsoda lendület. Honnan örülök, hiszem? Hogy játszhatok veletek. Tényleg? Soha nem játszottam. Ez az első. Budapestről játszom veletek. Budapestről. És ahogy látom, vagy ahogy olvasom, a szabadságot utolsó igen, napját töltöd. Igen, na, igen. Merre igen. voltatok? Hogy milyen szabi volt ez? Mit csináltatok? Jó volt, jó volt. Jöttünk, mentünk. Aktívak voltunk. De itt is laktok, vagy jöttetek Budapestre? Igen. Itt laktok? Nem, és Pesten lakunk. Pesten laktok, és akkor itt töltöttétek a szabadságot, jöttetek, mentetek. Aha. Igen. De kisebb kirándulások. Legyél turista a saját városodban. Az nagyon jó. Igen. És merre kirándultatok? Hát, ha hallok valami jó ötleted. Voltunk Dunabogdányban, itt a környező településeken. Dunaparti megállóban ajánlom neked, nagyon jó. Ja, bocs. Nem, reklám. De nem. Ja, nem, le se vettük. Föl se tűnt, hogy ez reklám lenne. Valami hely. Igen, jó, és kivel játszol, mert hallom, hogy többen vagytok. Ki van ott még? Párom van itt, ő segít. A párod. Te mivel foglalkozol, Márti, egyébként? Én pénzügyes vagyok. Pénzügyes vagy, és segít a párod is. Jól van. Na hát jó lenne akkor ezt a szabit jól befejezni, hogy legyen egy ajándékcsomag. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem elég könnyűek, barátiak. Jön a hétvége. Könnyűt adtál? Gondoltad, hogy jó hétvégéje legyen a játékosnak. Jól van. Oké, meglátjuk. Dedikált nyakbalkasztóért így szól az első kérdés. Hol található az emberi testben a tobozmirigy? Toboz. Igen, a tobozmirigy. Azt hiszem a fejben. Így van, az agyban pontosan. A két agyfélteket között. Ez egy nagyon érdekes szerv, azt mondják, hogy konkrétan ez a harmadik szem. Mert hogy úgy reagál egyébként a fényre, mint a szemek. Ha belevilágítok a koponyádba, akkor összehúzódik. Például, például, hogyha este fel van ott a lámpa a szobádban, ezt a tobozmirigy érzékeli, és nem lesz pihentető az alvásod sem. Tök furcsa. Ah, és marha érdekes egyébként, hogy az úgynevezett hórus szemre nagyon emlékeztet a formája. És úgy látszik, hogy ezt már az ókor egyiptomiak is így észlelhették, de hát ezt szét kellett azért bontaniuk egy-két fejet, gondolom. A tudománynak mindig vannak ilyen hátulütői. Na mi legyen, menjünk tovább, Márti? Menjünk. Na én itt azért megállnék, de... Hát meglátjuk. Igen. A második kérdés? Aha. Hírekben benne volt. Benne volt? Jó, megnézzük, itt van a második kérdés. Hányadik helyen végzett a magyar férfi csapat az idei sakk olimpián? Segíts. Igen. 1-től 50-ig. Ó, kicsit szűk ebben. 49. Ez egy fantasztikus eredmény egyébként. Szép eredmény tényleg. Ez most volt? Most volt. Azt tudom, hogy a polgár visszavonul, azt olvastam. Igen. Igen, írták, hallgatok, hogy szögre akasztja a parasztot. Hát akkor nem tudom. Akkor tippeljünk, hát... hát nem tudom. Hát elég jó. Második. Elég jó. De jó. Így van, ez egy fantasztikus hát eredmény. Hát nagyon jó eredmény, tehát a nagyon jó az első, hát a jó eredmény az második. Ez egy óriási eredmény. Igen. Na mi legyen a harmadik kérdéssel? Menjünk tovább, órát szeretnék. Na, tényleg az órára hajtasz? Igen. Jó van, így szól a harmadik kérdés dedikált Morning Show-s óráért. Hogy nevezték az ókori kelta vallás papjait? Bocsánat. A
kelta vallás papjait hogy nevezték? Druidák. Ennyi! Pontosan így. Hurrá! Hurrá! Megvan! Megvan. Az óra, az egérpad és a nyakbalkasztó is. Igen. Köszönöm, köszönöm. Köszi. Jó hétvégét mindenkinek. Köszönjük. Ciao, sziasztok. Sziasztok, sziasztok. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Szép volt a játék. Nagyon. 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 Szépen játszott. Nagyon. Igen. 4 perc van pontosan, 9 óra, jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra, múlt 8 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyula is kérhetje a reggelzsony. Na, meg is oldódott, nem? Hát így van, ennyit csak be kellett olvasni. Gyula is kétegyháza. Gyula és kétegyháza között. Autót mentenek az áromból, és emiatt áll a forgalom. Vézolika és Vézoltán ugyanaz a személy? Kérdezi. Nem, hírekben szereplő Vézoltán nem ugyanaz azzal a Vézoltánnal, aki hozzánk jön Debrecenben. És elhozza nekünk a Balatot. A fényt. A fényt. A napsütést, a nyarat. M1-M7-es közös szakasza az Egér úttól áll, ezt K küldte nekünk. Aztán az M3-ason átköltöztek trafizni a rendőrei a 204-es kilométerhez Budapest felé. Valószínű hallgatnak minket, és folyamatosan vonulnak, ahogy mi bemondjuk. 204-es. Akkor azonnal ott hagyják azt az állást, és keresnek egy másikat. Most a 204-esnél vannak, írta nekünk Enikő. Az M1-es 92-es kilométerénél Győr felé egy motoros elhagyta a csomagját előttem. 160-nal mentem át rajta, nem sok maradt belőle. Most szedegeti össze. Törmelék az úton. Üdvben. Mert úgy írtam, mintha erre kicsit így büszkés. Átmentem, hogy a 160-nal nem is maradt belőle semmi. A Flórián téri busz megállóban azt mondja, hogy közterületesek áldogálnak, gondolom a Szigetre menőkre hajtanak. És baleset a Rákóczi híd közepén, a szélső sávban Buda irányába, ezt Laca küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hát igen, vannak ott közterületesek. Ez nem is kevesen egyébként, ott sokan lógnak a szigeten, akik kimennek, nem hát vesznek egyet? Arra nem fog, vagy azzal nem foglalkoznak szerintem, hogy hol teszed le a kocsit, de arra viszont annál inkább odafigyelnek, és akkor ugrik rá a bilincs, hogy elviszik. Ott ugye ilyenkor elég érdekes a rend, tehát nem érdekes, hanem muszáj megcsinálni, mert egyébként állna az egész város azon része, hogy nem lehet parkolni, vagy nem mindenütt lehet parkolni. Szerintem azt nézik. Igen. Nekik nincs közük ahhoz, hogy neked van-e sziget belépő. Nincs, a parkolás nézi, persze. Beszélgetünk erről, hogy vannak emberek, akinek semmi sem elég, és láttam valamelyik nap egy nagyon érdekes képet Cristiano Ronaldo-ról, és marha érdekes volt az egész szituáció, mert egy csapatfotóról volt szó, talán a Sevilla elleni mérkőzés előtt készítették, és ugye a hátsó sorban állt, és hát tudjuk, hogy ugye a világ egyik legnagyobb labdarúgójáról van szó, nagyon népszerű, jó felépítés, jó képű, körbe rajongott, stb. Mindenre megvan a világon, csak hiányzott még neki egy pár centi ahhoz, hogy ő legyen a legmagasabb a csapatból, ezért Lábújhegyre állt a csapat fotóhoz. És kicsit úgy csinált, és picit bízott benne, hogy ez majd nem látszik a képen, de látszik. Mert hogy oldalról is fotózták őket, igen. És ott tipiskedik a hátsó sorban, a kép jobb oldalán áll. Hogy ez azért milyen, nem? Hogy milyen furcsa, hogy valakinek minden megadatik az életben, irtozatos tehetség, siker, nagyon-nagyon nagy csapatba játszik, mindenféle szinten elismerések jönnek jobbról, balról, gyönyörű barátnője van, mindenem megvan. De nem ő a legmagasabb a csapatról. Igen. Ezen változtatni kell. És ezért kicsit pipiskedik. Igen. Nagyon vicces. Piros cipőben áll, és teljesen Lábújhegyen, hogy még magasabb legyen, még izmosabb legyen, még szebb legyen, még feltűnőbb legyen. A múlt héten is volt egy ilyen, az egy másik csapatnál két tag, aki a hátsó sorban állt, hátra tett kézzel álltak, és húzták a saját pólójukat, hogy az még jobban feszüljön. És pehjükre őket is lefotozták hátulról, és ezt a BBC kirakta a weboldalára. Nem emlékszem már a focisták, de ott is, hogy ez még szebb vagyok, mint ti. Igen, fura, hogy még erre is adnak, nem? Hogy ennyire hiúk, hát, hogy... Tökéletességre kettő. Valami neki is hiányzik. Igen, egy pár centi még egyébként. Na, a gyerekek... Rossz vagy jó hír? Kezd így. Ne, se teljesen naturális. Nektek. Elvert az eső a zabot? Sajnos az idei zabtermés nem lesz eljön, semmi, hogy jövőre már bajban vagyunk. Mi zabevők. Nagyon helyes. Nagyon egyetek csak zabot. Gyönyörűk azt. Nem, Benit megkérdeztük, hogy mi legyen a tesójának a neve. Mert hogy elkezdtünk neveket nézni, és gyerekek, mindig rájövök, hogy én nem tudom, hová tart ez a világ.
De olyan neveket találtam, amiket behoztam megosztani veletek, nem hiszitek el, hogy emberek megint milyen neveket adnak a gyerekeiknek. Hogy mik szerepelnek már egyébként a Magyar Tudományos Akadémiai Nyelvtudományi Intézet által jóváhagyott utónév könyvben, miket vesznek be, hogy erről már beszéltünk régen, hogy ezek hogy kerülnek be, de hogy szülők miért adnak ilyen neveket, hát figyelj, ámuldozva néztük. Benit megkérdeztük, hogy mi legyen a nevem. Ő azt mondta, hogy legyen kókuszgolyó. Na, mondtam, hogy de jó. Nekem szimpatikus sebesnyi kókuszgolyó. Szép. Tök jó. Igen, ő mondta, hogy ő ezt szeretni. Kicsit édesszájú. Kicsit édesszájú. Sebesnyi kágolyó. Kágolyó. Harmadik neve golyó. Kisgolyó. Mi lett a ká? Kókusz. Kisgolyó. Tehát ő ezt ennyiben le is rendezte, hogy kókuszgolyó. Ő azt mondta, hogy ezt nagyon szeretné. Elmagyaráztuk neki, hogy nem biztos, hogy az jó név lenne az ő testvérének. Mi van még neki olyan kedvenc, ami alapján még lehetett bármi, ami édes. Most a sünök. Minden. Most süni. Süni, abszolút. Sebestyén süni. Sebestyén aranyos. Igen, igen. Sebestyén afrikai törpe sün. Igen. Most ő nagy, nagy sáskés szöcske gyűjtésben van, tehát azt is nagyon szereti. Ezt is talán a Vikinek javasolta, hogy legyen szöcske. Sebestyén szöcske. De mondtuk neki, hogy ez se biztos, hogy jobb. A Sebestyén Sáska Sándor is nagyon. Sebestyén Sáska Sándor. Sebestyén ez Sándor. Szóval, hogy hát gyerekek, döbbenet. Döbbenet. Van egy-kettő naturális, amiről szerintem nem tudjátok eldönteni, hogy nő vagy férfi név. Mi nyilván a fiútól neveket néztük, de nem némi perverzióból, hanem mert ebben vagyunk érintettek. Hát elképesztő. Szóval a J betűnél már olyanok vannak, amit komolyan elgondolkoztunk, hogy J. Ha elég bátrak lennénk, akkor lehetne ezt a nevet adni. Most fiú, ez csak a női neveket, vagy a kislány neveket nem is néztük meg, pedig vannak nagyon jók szerintem. Jennifer, de az ugye nő. Na, hát mondom. G-vel. Én ismertem egyszer egy rézműves jiu-jitsut. Mondom, hogy lehetne Sebestyén Justin. G-vel? Justin DJ-vel. Tehát ne. Csak nem is Justin. Ne. Sebestyén Justin. A kis Justinka. Hát most mi a bajod bele? Hogy van a kis Justinka? Jól. A kis Justinka. Lehetne még Gino DJ-vel. Gino. Ő egyébként ott ezt van. Hallgatná az általános iskola mind a 8 osztályába. Gino. Igen, lehetne a kis Jamal, ezen is gondolkozom. Jamal? A kis Jamal. Hú, az nagyon muszlim. Az nagyon izé. De egyébként határozottan elgondolkozunk a Julion is, DJ-vel. Julio. Figyelj, ezek létező nevek. A kis Justin, a kis Gino és a kis Julio. Hmm. Figyelj, nem hiszed el. Ugye aztán észrevettük, hogy a népszerű sorozatok, filmek, azok mind ott vannak. Tehát valaki tök komolyan azt a nevet adja a gyerekének, hogy mondjuk, mit tudom, Sebestyén Boromír. Ez is jó. Vagy Sebestyén Gandalf. És ezek be... Nem de Gandalf. Hogy Gandalf, bejegyzett. Tehát az azt jelenti, hogy már legalább egy ember azt adta. De Gandalf. Márján. Aki szürke Gandalf. És majd kiszól az anyjából, hogy jöttömre, 5 nap múlva számítsatok. Kelet felől pirkadatkor. Figyelj, ha a dzsések is népszerűek, meg a filmsztárok is, akkor legyen Sebestyén Django. Django. A kis Django egyébként. Szóval, hogy adnál ilyen nevet a gyerekednek, hogy Gandalf. És van még a hobbitok közül is van. Abszolút van, tehát van Boromir, aha. Ugye azt mondtam, van a Gandalf, van a kis Frodo. Lehet Frodo-t ezt, hogy ezt a nevet, hogy Frodo, ezt adhatod. Sebestyén Z. Frodo. Sebestyén, mit tudom én, Justin Frodo. Így. A kis Frodo. Igen, vagy filmszínész lesz, vagy énekes. Ennyi. Tehát előre eldöntjük, hogy mi legyen. Ebből a kis Frodo. Figyelj, nem, sírtunk. De legyen Vészjóslob. Legyen Sebestyén Sauron. Az a baj, hogy azt nagyon sokféleképpen lehet becézni. Ja, tényleg. Igen, a becézés általában rövidítés, tehát akkor a kis szaunál az még a jobbik esetben. De a szarumán az... akkor már. A kis szaru, gyere ide, kis szaru. Benike szaruka. Hé, hey, kis szarumániás, gyere ide. Már szobatiszta vagy, már rég leszokhattál erről. Szóval, hogy egyszerűen... Ez hogy megy, hogy én kitalálok valamit, most nézem az Esmeraldát, érted? Mm-hmm. Akkor van egy, születik egy lányom, akkor bemegyek a hivatalba, az MTA-hoz, és azt mondom, hogy én szeretnék Esmeralda gyereket, vagy lehet, hogy az Esmeraldát, lehet, hogy nem tudom mi. Mert szerintem ez úgy van. Tőled mondjuk a Rákóczi Flekkent hinnék kell. Ilyen Boromir, Frodo, Gandalf, ez ugye mind fönt van, ez úgy van, hogy amit elméletik az, hogy amit sokan kérnek, az előbb-utóbb föl tud kerülni a listára. Tehát ha bemész és azt mondod, hogy legyen Saruman, én is bemegyek, hogy Saruman. És Jani is bemegy, hogy kéri a Sarumant, kell egy adott mennyiség, hogy kérjék, és ha sokan kérik, akkor lehet, hogy mire a kis Justin megszületik, addigra már lehet, hogy a Justin lesz csak a középső neve, mert hogy Saruman tud lenni. De hogy valaki hogy tud, azt nem értem egyébként, hogy nyilván vicces, mi ezen most nevetünk. De azért az, hogy te Gandalfnak hívod a gyerekedet.
Szerint és ez tényleg kérik. És ez egy ideig vicces, de érted úgy a kis... Na és mi volt az iskolában? Kis Gandalf. Jaj. Hát, hogy azért ez így hogy van? Ez hogy van? De mondd meg nekem őszintén. Mondjuk, ha az a legnépszerűbb, mint a legtöbben kérnek, akkor legyen sebesnyi 13. havi. Most azért, aki azt mondja, kéri egy dakó. A kis dakó. Kis dákó. A kis, hát dákó, igen. Dagomér, dakó, Dália, Dalibor. Vannak érdekes. Dalibor. Dalibor, igen. A kis Dalibor. Hogy megnőtt a kis Dalibor? Nézd meg. Becézze Dali. Dali, igen. És a kis dakó? Kis Dali. A kis Daki? Igen. Gyere ide, kis Daki. Dákó, Daki. Dákó, Daki? Tehát, hogy ezt egész egyszerűen nem. Szegény a dakó, az biztos. Szerintem óriási. Jó, a Dali is olyan jó. Na, és inkább sörös vagy boros vagy Dali. Ez egész egyszerűen döbbenet. Döbbenet. Immanuel szintén adhatod neki. Immanuel. Ível. Tehát rendesen Immanuel volt ugyan. De hogy meglegyen annak a férfi megfelelője, adhatod neki, hogy Sebestyén Immanuel. Igen. Elindult Immanuel. Gergely Immanuel. Hogy ez, és aztán vannak azok, amik egész egyszerűen megfejthetetlenek. Mi találtuk az Özsébet, amin elgondolkoztunk. Hogy egyébként az is nagyon jó lehet. És Julien Zsével. Jó, hát ez már ugye Sárgely szólt, az már. Hát ő még nem, talán ő nem, még ő, még nem ő még nem így írta. Igen. Igen. És kiszorítja a Palikat, a Jánosokat, a Ferenceket, hát igen. Istvánokat, igen. Azokat lehúzzák ilyenkor? Tehát csak úgy tudsz fölkerülni új névvel, hogy egyet. Ez egy érdekes dolog egyébként. Szerettünk volna megszólalni, csak nem értük el, hogy vannak-e azok, akik egyébként kiesnek. Mert szerintem egy csomó nevet ugye már nem kérnek. Aha. Csak tehát, az nincs. Tehát rengeteg olyan név van, amit már egész egyszerűen nem kér. Szerintem egy idejét válik, divatja múltjá válik, hogy köszönet tudnék, nem lennék fáradt. Divatja múlt, az egy jó divatja múlt, igen. Jó, kivétesen jó szókapcsolatot találtam. Hát nyilván egy csomót nem kérnek, azokat tényleg ilyenkor leveszik? Hát igen, ezért lett volna egy jó szakértődés, és nem tudtuk elérni Horváth Aladint. Nem, az a baj. Szerettük volna megszólalni, mint Sper Marian, de nagyon ezt elkezdjük el, mert ebből 600-at tudott. Aztán megpróbáltuk rizottót is, de sajnos nem tudtuk. Ha történetesen, mert ugye már erősen bioldalon vagyunk mi Ferivel, te pedig nem sokára már megfordítod a lemez. Átlépek, igen. Csak mondom, hogy közben a kis fahéjon, ha szeretnél elgondolkozni, adhatod ezt a nevet. Hogy jó a fahé. Kis fahé. Egyébként igen, tehát adhatsz ilyen nevet, hogy a kis fahé. De az lány. Az valószínű, hogy összeírogattam vegyes neveket is, igen. De igen. Mondjuk, a kis Balzsam, ha szeretnéd, akkor hívhatod Balzsamnak is, mert hogy sokan kérték a Balzsamot. Mondjuk most csináltok erősen, Balzsam. A kis Balzsamos, például még a Sebestyén Zakkása is. Jó, de azért az, hogy mondjuk Ozorán fogantál, és bevették az utónévkönyv, és ott vagy Ozora. Ozora a kis Ozora. Hát nézd, Pécsi is lehetett volna, de Ozora élet. Igen. Voltunk Jakabszálláson Ozorán, hát valószínűleg inkább Ozorán fogant. Megszületett a kis Ozora. Hogy mit akartál mondani? Igen, és itt van velünk a kis Eki is. Ez minek a rövidítés? Ekolézen? Nem. És a hárs és a dió. De ez még aranyos. De miért? A hárs. Hogy valaki diónak írnak. Vadon dió. Jó napot kívánok, jöttem az állásinterjúra, Sebestyén dió vagyok. Azonnal elbuktad. Hát esélytelen vagy. Esélytelen vagy arra, hogy komoly életed legyen azzal a nével, hogy ki jön ma felelni? Dió, légy szíves. A kis dió, jöjjön a kis dió. Legyen szíves felelni, jöjjön a kis dió. Rákóczi hárs. Igen. Rákóczi fahé. Miért? Nem hangzik jó. Vadon túja. Beteg. Nem azért az is beteg, ha valaki béke, meg áldás. Tehát, hogy ilyen neveket ad a saját gyerekének. Ezek szintén fönt vannak. Ugye a kis béke, meg a kis áldás. Tehát, hogy azért ez nagyon... nagyon torz, vagy számomra nem torz, legalábbis fura gondolkodás kell. Megszületett a kis áldáska. Nagyon jól alszik. Nagyon jól alszik a kis áldáska. Már szobatiszta a kis áldáska. Szóval, hogy ezt így hogy? Most ki a kedvencetek ilyen filmes vonalról? Mert ha esetleg megbudjanna az agyunk, mondom. Trónok harcában ki a gyerekek, most Trónok harcát nézek, Breaking Bad-et. És már belelennék egy Vadon Sándor kligént. Kaliforgiát nézek. Most nézek egy új sorozatot a Halle Berryvel. Kalifornia, na az jó. A kis Kalifornia, nézd, hát, hogy megnőtt a kis Kalifornia. Nézek egy új sorozatot, az nagyon jó, az Extend nevezett sorozat, a Spielberg a producer, a Halle Berry játszik benne, egy ilyen ufós, robotos földön kívül is elég. Na, Sebestyén Spielberg Berry. Elég jó. Hogy, igen, döbbenet. És utána ezeket a neveket nem is nagyon tudod becézni. Szóval, ha azt a nevet adod a gyerekednek, hogy Sebestyén Polikárp, akkor... Narancsos. Polikárp. Polikárp, igen, Polikárp. Ez is szintén fönt van. Igen. A Piramúsz, a Placid, a Platón és a Polidor mellett. Polikárp, az lehet Kárpit. A becézése. Meg a kis Ricardo mellett. Poli.
A Platon az, hogy mi, gépkocsivezető és egy zillen fogant? Nem tudom, de hogy döbbenet, hogy milyen neveket adnak. És akkor a megfejthetetlen fiú vagy név, valaki azt a nevet adta például a gyerekének, hogy a kis móka. Aha. A kis móka. Kis móka. De mi vicces volt a hogy gyerek, vicc, igen, vicces volt, és ez a név is létezik. Ez szerintem inkább egyébként fiú név. Ezt úgy beírtam egy kategóriába, ez a kis móka. Hogy azért nem könnyű nevet választani. Nem egyszerű. Ők lehetnek klaviatúra például a fiam? Lehet, a kis klaviatúra. Ha sokan kérik, akkor egyébként igen. Igen. Nem tudom, az Özsébelé most szemezek egyébként. Nem rossz. Mondjuk különleges, az biztos. Jó, de Özsi. De megint megnéztem ilyen, hogy Titusz tényleg létezik. Tehát többször gondoltam. Többször gondoltam, hogy ilyen neve ember nincs, de hogy egyébként megnéztem, és tényleg ott van. Most mi a bajod a kis Angelóval? Hm? Nagyon jó. Olaszos, tök jó. Angelo. Hogy van a kis Angelo? Van olyan név is, hogy Cvi. Fiú név. Cvi. Cvi. És nem miből van. A lap alján van, és már nem fér rá. Elfogyott Cvi. Cvi. Valaki ezt a nevet adta a gyerekének, igen. Cvikker. Cvi. Igen, Cvikker, de hogy Cvi. Cvi. Ez tulajdonképpen ez egy név, igen. Nem túl sok, de annál titokzatosabb. De kisfiú lesz, akkor nem lehet Özsiév, vagy az Özsiév, az de a fiú név. Tényleg? Na hát akkor ez egy mifelé hajlottok? A kis herceg. Mert hogy ez is van. Kis herceg. Kis herceg. Sebestyén kis herceg. Nem mondanám. Van ilyen, hogy Mészáros kis herceg. És igen, egyben van írva, hogy kis herceg? Kis herceg, igen. Szerintem. Kis herceg. Sebestyén kis herceg. Mik a rangjához méltó, ugye? Szerintem kicsit nagyképű, de egyébként nem rossz. Van már listátok? Kiírtátok erről? Tehát szűkítettetek? Kiírtatok amit erről? Amit ne listájuk van. Nem, hát most... De többen mondták egyébként, hogy a Hill az nagyon jó lenne. Akkor van egy Benny, meg van egy Hill, és akkor ezt a kazatim is javasolta, hogy legyen Hill. Benny, Hill, gyertek ide! Tehát igen. Benny, Hill, Benny, Hill, jó, ide meg. Gyertek, vége a játéknak a kertben, gyertek ide. Igen. Vagy Benny és Clyde, még ezt is. Ez is jó. Benny és Clyde. Ez is a Tibi javaslat, hogy legyen, igen. Igen. Vagy Benny és Clyde, ez mindenféleképp jó legyen. Női név, csak mondom, ajándék. Ajándék. Hát az milyen szép, nem mondd már az élettől. Sokat vársz. Most lenne egy lányot, hívnád ajándék. Tönkretennéd úgy az Rákóci életét, ajándék. Hogy hívnád ajándéknak. A kis ajándék, tönkre, nézd. Ja. A kis pocaklakó megérkezett, és ő a kis ajándékunk. Mi legyen ebben? Hát legyen ajándék. Nő, bejegyzett női név, hogy ajándék. Ennél mégiscsak szebb a Rákóczi placenta. Hát nem. Szóval milyen elmeháborodottnak kell lenni ahhoz, nem? Hogy mit tudom én? Én mondtam ezt a múltkor, hogy ezt hallottam, hogy aztán ez most felvetné, vagy nem felkészült Jurassic Brandonka egy kibocs verse, hogy ott nem tudom, hogy melyiket tudták átiratni. Talán vezetéknévben nincs ilyen. De hogy a Jurassic Brandonka felkészül, azért az... Hogy el nem gondolkodnak el a szülők, amikor ezeket adják. Mert hogy van egy csomó név, ami gyereknék még cuki, igen, de előbb-utóbb felnő. És ott viszont kellemetlen, ha mondjuk ajándéknak hívják, nem? Nagyon. Ugye? Te kérheted, ha ugye, a 18-adikat betöltötted, akkor kérheted. Hogy saját magamat? Igen, tehát át tudod keresztelni magad, igen, tudsz névváltoztatást kérni. Bármikor lehet fel. Rákóczi Santana Ferenc. Hát, de azért ennél többet várt a szakvezetés magától járását. Igen. De van lány nevek közül, ami nagyon cuki. És aztán az ember elgondolkozik rajta, hogy oké, de hogy például ezekből a cuki kislányokból zabálni vagy gyerek, vagy egyszer egy felnőtt lett. Ilyen számra például az, hogy eperke. Ez most igen. Nagyon nagy divat. Uh-huh. Eperke. És kicsinyítővel van? Tehát nem eper, hanem eperke. Ez egy női név, hogy eperke. Na most gondolj bele, hogy amíg ott totyog, gügyög, mennyire helyes, jön a kis eperke, nem? Ez valaki 45 éves, igen. Megérkezik az osztálytalálkozóra. Eperke vagyok. Megjöttem. Én vagyok Eperke, az új babysitter. Jó napot kívánok. Igazgató a lesz belőle igen. Valahol. Kiveszik igen. Komolyan. Eperkének szóltatok? Jöjjön Eperke uh-huh. Is. Érted? Tehát, hogy és ez sokan adják rá, de ezt tudom, hogy ez nagyon népszerű az, hogy Eperke. De akkor nem zavar, hogyha mindenkinek valami hasonló neve van. Tehát hogyha kis málácska. Így van. Borsuk azt, hogy légy szíves Eperkének, hogy... Vigyel áfogyát fürdenébe. Kicsit ilyen hupikénk, törpikénkes fili. Igen. De ezért ez tényleg megdöbbentő.
Kíváncsi vagyok, hogy kik azok, akik utálják a saját nevüket. Írjanak már nekünk olyan hallgatók, akik tényleg tiszta szívből gyűlölik a saját nevüket. Vagy akik változtattak, mert úgy hívták őket, hogy a vezetéknév és a keresztnév együtt az nagyon rosszul jött ki, mert ilyen is van egyébként. Tehát amikor ugye nem stimmel, vagy rossz a hangzása, vagy egyszerűen a szüleid jó fejek voltak, vagy még részegek voltak a keresztelőnél, vagy nem tudták eldönteni, és gyűlölöd a saját neved. Szerintem rengeteg ember él úgy, hogy egyébként nem szereti a saját nevét. Nem? Itt már jönnek, majd olvasd el. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok embert frusztrál úgy, ahogy hívják, mert a szülei vagy humorizáltak, vagy igen, ajándékot hoztad. Egyébként az jó, hogy a szülei humorizáltak, és ezért gyűlöli a saját nevetét. A Vinetto az nincs benne, ez valaki írja. Nem, ez. A Vinetto az nincs és benne. És egyedik érés Sebestyén nem lehet? Vinetto. Tessé, egyedik érés nem lehet? Vinetto. Nézd a kis Vinetto. Nézd, hogy rohan. Hát milyen ügyesen lovagol a kis Vinetto. Egyedik kérés, hogy te odafordulod az akadémiához. Hát, csak egy Igen. Hogy nézd, ugye történelmi személyiség, irodalmi személyiség. Inkább irodalmi. Irodalmi személyiség, és szerinted ez megért, tehát hogy jó lenne. De vannak alternatívái is? Mit tudom én, a Lakatos Csingacsguk, vagy pedig a Rézműs Magua. De ez a Réz angyalát, igen. Igen, utálom a saját nevem, nő vagyok, eutanáziának hívom. Jó. A kis eutanázi. Igen. Hajmatot közben, korpusz eutanázia. Igen. Csak mondom, hogy miket utasított el a Tudományos Akadémia, mert hogy ők közben egyébként kiadják az elutasított neveket is. Elutasították azt, hogy kazetta, radiátor, azt mondták, hogy azért mindennek van határa, a radiátort nem engedték. Ki volt az a pihentagyó, aki bement, hogy szeretne radiátor lenni? Elutasították még a csibécskét, a pöntyit és a csikót. Pöntyi az aranyos. Persze. Pont. Egy hat éves korig. Hát már túllötted igen, szerintem. 6 évesen a gyerek már, ha lepöntyized, és ott látja az iskolában, hogy ott pöntyizik, már simán elengedi a kezed, és azt mondja, hogy apa, ne. Már ciki, hogy fogod a ciki, hogy fogod a kezem. Ne, apa, légy, és ne csinálj. Tehát a pöntyi az pont egy évig nagyon cuki. Azért a 30 éves pöntyikém, hozd be az aktákat, légy szíves, pöntyi. Azért azt se tudod nagyon megmagyarázni. Az, hogy a radiátort elutasították, az azt jelenti, hogy a konvektort elfogadták? A boilert fogadták. Ja, a boilert. A vegyes tüzelésüt is elfogadták. És a szifon. A boilert és a vegyes tüzelésüt nagyon nehezen tudták átütni, de azt is. A vackort is elutasította az akadémia. Az pedig aranyos. Az nekem tetszik. Az fiú név, a vackor. Vackor. Fiú név, ugye? Én nem tudom, azért, nem 40 azért 40 éves lennék, és vackornak hívnának. A kis vackor. Nem? Szóval nem tudom, hogy mennyire. Egy kis piszén-piszekölyök, mackó. Nem tudom, hogy mennyire lennék boldog. Na nézzük a hallgatói SMS-eket, hogy mit írnak a hallgatók. Ki az, aki utálja a saját nevét? A legjobb, amit eddig hallottam, Kanalas Al Pacino. Nyilván. Az egyik ismerősöm kislánya a Napsugár nevet kapta, amikor a Napsugár szerintem az egyébként szép, nem? A vezeték neve Bújdosó. Mondjuk úgy már érdekes. Bújdosó Napsugár. Bújdosó Napsugár. Hát, na itt is beáldozták a gyereket egy poénért, nem? Ha ez valójában igaz, igen. Van a falunkban Varga Dustin Brandon. Igen. De ez igaz, ezt tudom. Talán egy pár éve volt erről szó. Van egy ilyen srác. Az a kunkhús karatés fiú, az volt. Annak volt ilyen neve. Most nincs meg. Ez nagyon felvett név, nem? De őt hívták így. Igen. Az én gyerekemet Lázár iPhone 5-esnek fogja hívni. Azon már 6. Igen, azon már ne, 5-es már ne, igen. Legyen Rákóczi Nintendo. Igen. Vagy Vadon Marlon Brando. Uh-huh. Vagy Segbestén Tablet. Gyerekek, nem egyszerű. Igen. Az Özséb az egy ősi magyar név. Persze, nagyon szép. Hát nincs ezzel gond. A Pálos rendet egyébként valójában ő alapította. Adja, aki akarja. Nagyon szép. Az igen. Én kihagyom. De hogy ott van. Uh-huh. A kis Özséb. Igen, meg hogy el van szontyolódva a kis Özséb. Viszontem de hogy viszonylag kevés Dortmund van az országban, nem? Tehát, hogy így... Igen. Hülye névvel lehet komoly foglalkozásod? Lehet. Hát, nehéz. Én utálok nevekkel humorizálni, de olvasok egy-két érdekes nevet. Tehát azért, ahol
én nem tudom, tehát ez az komolyan Isten büntetésen gondolom, ha valakinek az a vezeték neve, hogy Ondó. Igen. Tehát, hogy ez így valaki egyszer ezt így megszülte, és azt mondta, hogy ez egy jó név lesz, hogy hívjuk őt úgy. Aha. Van ilyen. Igen, van. Van. Hát és mit csinálsz? Elhagyod a pád nevét? Szegény, de gondold el, hogy mit élsz át. Gyerekként, felnőttként, értekezleteken. A gyerek is. Nagyon-nagyon mérges leszek. Nagyon felbasszant. De gondold el, amikor... Tehát én nem hiszem el, hogy nem úgy éri le az életét, hogy egyébként rohadtul szigén. Okmányirodába. Elnézést, a nevét legyen szíves még egyszer az új jogosítványához. Ondó Boglárka vagyok. Érted? Tehát, hogy ezt bizony. Miért kell biztos, hogy átneveztetném magam? Küzd vele a védőnő. Már pedig ezt lenyeled, Ondó. De hogy szülői értekezleten, ha egy munkahelyen téged mondjuk, mit tudom, én bekonferálnak, és elmondják, hogy új munkatársunk van, hagyd mutassuk be, megjött Ondó Marjan hozzánk, és akkor hogy ott hányan röhögnek föl mögötted úgy, hogy szörnyen utálod a saját nevedet egyébként, és van ilyen, tehát ezt tudom, hogy ez egy létező vezetékvész, óriási csapás, de ezt most komolyan mondom. Ezt nem mondod komolyan, Anna. Gyere be, ezt mondd el, ezt nem hiszem el. Figyelj, a vezetékneveket is meg kéne vizsgálni, mert egyébként ott is van érdekesség. Hogy hívták az évfolyamtársadat? Hamburger Barbara. De ez... Hát nem lehet! Ne! Eskermi, gondolod, vállalom egy országot? Szia, Barbie! Tényleg? Hát dehogy nem! De milyen szívesen Barbara. Hát egy tök cuki csaj volt. Hamburger Barbara. Középiskolai évfolyamtársam volt. De hát azért a vezetéknevek azok mindig utalnak valamire, abban mindig van történelem, abban mindig van eredete. Jó. Hamburger Barbara. A híres hamburgi Hamburger Barbara. És az olasz származású Pizza Veronika. Igen. Hát ha így hívták. Hát Hamburger Barbara. Hamburger Barbara. De igen, abban legalább annyi vagy jó, mosolyogsz egyet, de úgy nem kellemetlen. Igen. Igen. Tehát, hogy azért, de hogy utálta? De utálta? Szerintem igen. Utálta. Utálta, mi? Ugye? Utálta szegény. Húzták is vele. Osztálykirányulásokon ki mit teszik? Hamburger, Barbara? Jaj, szegény. És az hányszor. Tehát ezt, és te, igen, mit kérsz? Hamburger? Tudod, ezt, amikor hogy fogja le? Hamburger. Atya úristen, dupla szegény. Sajta, nem. Hogy gondold, Evik, ezt 25-ször hallottam, ha azt mondod, hogy ha-ha, hú, még nem hallottam, hú, de eredeti. Igen. Ugye? Te gondold el. Fotózkodásnál, amikor azt mondja a fényképész, hogy cheese, hamburger. Cheeseburger. Figyeljetek, a Vikinek volt egy osztálytársa, ez tök komoly, és ebben semmi kamon is. Tudjátok, hogy hívták? Na. Hogy? Az volt a neve, az volt a vezetékneve, hogy Magamér. Az még egyébként Magamér. Jó. Magamér. Magamér. És az, a vicces szülők adtak neki egy keresztnevet, és azt mondták, hogy legyen Magamér, Bagamér. Nem, de esküszöm, ez esküszöm. Magamér. Ez volt. Jöjjön felelni Magamér, Bagamér. Igen. És tudod, 8 éven keresztül ezt hallott, hogy az osztály fordul. Magamér. Hogy én értem az áldozatot, meg értem a humort, de hogy amikor egy szülő egy oda dobja a saját gyerekét, hogy hadd nevessen a rokonság, milyen jó feje apuka Magamér, ugye? Hogy ezért egy poén, Magamér, Bagamér. Már a Magamér is. Vélemény. De hogy nem adod neki, hogy Magamér virág, vagy Magamér hajni, vagy bármi. Magamér, Bagamér, még egyet humorizálsz is rajta, igen. Tudod, a gyerek. Az ügyeletes tanár megkérdezi, na hol lesz a sétam Magamér? Akkor nem kell messzire mennie. Érted? És akkor szóval, hogy gondold el, az ívet. Gondold el, szegény. Kaszablanka. Hát jó, az a Tibinek, az a Tibinek majd, ha lánya igen, lesz az. Igen. Ha van humora a Tibinek, akkor azt a Blankát az berakja egyébként. Meg volt egy ismerősöm, azt Recskának hívta. Jó, én kiment. Vezetéknél? Recska kicsoda? Recska Káros. És ráadásul milyen szép Károly. Tudod, és hát miért lenne például Krisztián, vagy Recska Károly? Istenem. Tényleg így hívta. Te hova jártál iskolában? Nem. Ő nem suliban, ja, nem. Ő máshonnan ismerem, Recska Karcsi. Írja nekem valaki, de én ezt nem hiszem, a gyerekek, a Punci József mennyivel jobb, amikor a kórházba hívták, Punci úr, jöjjön. Ne. Szóval ez egy CZ-vel. De akkor is, hát hogy mondod? Punci úr. Igen. Punci úr, kérem a kettes ajtóhoz, jöjjön, és tegye le a műanyag porrat. Punci úr, köszönjük. És elás ott vagy egy életerős férfiként, és az a nevet, hogy Punci. És ha már egy kicsit összebarátkoztál az orvossal, akkor nyilván úgy hív, hogy Punci. Punikám. És mi a becenevet? Punikám? Vagy Nunikám? Úristen.
50 éves, hogy Punci József a kettes sajtoz. Hát őt képzeld a kickbox versenyen. Na és most felkészül gondold. Punci. Felkészül Punci József. A kis Punci. Még hogy kikapott a kis Punci? Így van. Atya, úristen, gyerekek, nem egyszerű ám ez a névválasztás egyébként. De írják egyébként többen, igen, osztályfőnököm neve volt Punci Mária. Hát azért de az azt legalább, hogy hívják. Az legalább ott helyes. Az identitását tekintve. Igen. Jaj. Na jó, mindjárt átnézem az SMS-eket, hogy mi az, amiben olvasható. Elsősorban tényleg azok utálják, akik a saját nevüket utálják. Nem most, hogy mit hallottunk, mert egyrészt nem is tudjuk mindig leellenőrizni, hogy most igaz vagy nem, nagyon sok humorforrás van ebben, hanem akit valójában úgy hívnak, és tényleg szeretne nevet változtatni, vagy nem változtatott, de 30 éve gyűlöli a nevét. Jó? Jövünk mindjárt egy-két SMS-sel, és mutatjuk mindjárt a nap legjobb pillanatait. Hát, van még? Az a baj, hát, nem tudom eldönteni, hogy most melyik az igazi, melyik a nem. Igen. Valaki ezt írja teljesen komolyan, hogy ott is humorizáló szülők voltak, hogy ő ismerte, csak azt, komolyan, mert nincsen smiley meg semmi, hogy cserepes virágnak hívták. Tehát a cserepes volt a vezeték neve, és egyébként így volt. Máté Szalkál lakott Buzi Rozália. Hát azért az is elég nagy. Szóval azért az is egy nagy csapás szerintem. Nem? Nem tetszik elgondolkodni egy névváltozat. Nem, mert ugyanakkor meg nyilván büszke vagy a családodra, a családnév viszed tovább, tehát ez tök nehéz. Hát most azért, hát te is kaptál, nem? Oké, okay, csak nem a buszt. Y-nal nézzük, megnéztem, tényleg van. Aha. Tehát, hogy rákeresem, és dobott ki a kereső oldal. De azért téged is csesztettek, nem? De az más, érted? Az a hatodik poéra már te is mondod, hogy... Oké, a Rákóczi, meg így, hogy Rákóczi Ferenc. De hogy a van eredete, igen. Húha, gyerekek, na. Ez amit az első iskolán tanítanak, az első órára, bármi a médiaiskolában, hogy amiről nem csinálunk műsort, nevek, tudod, amin nem nevetünk soha, nevek, a legnagyobb rádiós közhely. Hát, de ha nem egyszer... Minek? Ha egyszer van, mit találtál? Zolival beszéltem, azt mondta, hogy ez komoly, tehát, hogy ez nem vicc, úgy hívják nem. A hölgyet, hogy Furulyás Ágnes. De hozzá... Jó, de itt azért rossz az, aki rosszra gondol. Igen. Furulyás, de ez én mondjuk azonnal arra gondolok, de hogy... Férhez igen. Ment. És ne, kamuzol. És hogy hívják? Tuba Árpád? Szopó Béla volt. Persze, hagyjál már. Szopóni, Furulyás Ágnes. Nem, ilyen nincs. Azt mondja, hogy... És jöjjön el a kettes ablakon Szopóni Furulyás Ágnes. Persze. Jó, ezt én értem, hogy jöjjön az ablakhoz, de hogy hívják valójában a hölgyet? Igen, persze. Azt mondta a Zoli, hogy de igen, Szopóni Furulyás Ágnes. Nem, épesző ember már nem megy hozzá. Nem hiszem el. Egy férfejezetét így hívnak. Miért nem ennél a Szopó Béla, azt a jó fej. Olyan van, ez a vezetéknév egyébként tényleg van. Tudom. Szegények, tényleg, tehát igen, neki is áldás, de hogy tényleg van. De hogy azért, ha te Furulyás Ágnes vagy, hogy Furulyás nem tudod, és ahhoz még fölveszed a Szopónét, azért azt szerintem ott már nagyon kell szeretni a férjedet. Csak nézem Szopóni egyébként. Furulyás Ágnes. Ne. Anyakönyveszhető férfi keresztneveket nézek éppen, hogy például a Punci az mi jöhetett volna be, de a Furulyáshoz is találtam. Furulyás Boáz. Boáz. A Boáz. Ez egy férfi név, és anyakönyveszhető a Boáz. Atya, úristen. A Boáz. Gyerekek, tényleg van ilyen, hogy Szopó Béla. Igen? Itt van, nem akarom mondani, hogy melyik országos van. Egyesület. Tényleg van, testül. Én tudom, hogy van, ismerek többet is. Nem személyesen hallott, tehát ez tényleg létezik. Aha. Szegényeknek egyébként ez tényleg van. Igen. És átok lehet, szegény. És a kislányok féleme név, Punci Benő. Ha mondjuk vagy egy Punci CZ-vel, hát, ha most te Punci vagy, és, érted? És apát humorizál Punci Benő, nem kell tőle félni, csak kilezgetek. Nyugodj meg, nem fog soha benőni. Nem fog soha benőni. Szóval, hogy azért. Hát nagy csapás. Én azt nem tudom, hogy egyébként, ha te megismerkedsz egy pali valakinek, nem akarod fölvenni, akkor megbántod azzal, hogy nem veszed föl a nevét? Nem bántod meg? Ugye? Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk te akarsz-e magadnak ilyen vagy olyan nevet, hanem hogy megbántod-e mondjuk azt az embert, és azt mondod, hogy figyelj, tökre szeretlek, de olyan hülye neved van, hogy én nem leszek Szopó Béláné. Szopóné Horváti Vadarné, érted? Vagy bármi. Tehát, hogy azért azt se tudod megmondani neki, hogy nem akarod fölvenni a nevét. Nem? De az hát, is nálunk nem szokás a családban valami ilyesmi. Igen. Csak mondom, nem hagyomány. És rákerestem, hogy van-e alsó vezetéknevű, és van. Alsó Barna. alsó van.
Alsó, felső, persze, ez abszolút, abszolút van. És ha a fater azt mondja, néhány feles után, hogy legyen a gyerek barna. Igen, 30 évesen alsó barnának. Az se teljesen szerencsés, igen. Bankban dolgozom. Volt egy ügyfelem, teljesen komoly, marslakó Mártának nevű. Persze. De jó, de az most miből jön? Mert a legtöbb név valamilyen hivatásból, foglalkozásból, valamilyen ősi tevékenységből, családnévből, de a marslakó... Hát ilyen alapon a hamburger. Hát ott talán még a német gyökerek. Igen, ott, igen. De valami. A marslakó... A marslak azt kevésbé tudod megmagyarázni. Jól van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Arról beszélgettünk, ami nagyon érdekes volt, hogy csináltak egy kutatást, ahol megvizsgáltak férfiakat, megvizsgáltak nőket, és megvizsgálták az ő anyósukat és a vejüket, és kiderült, hogy az anyós nagyon sok esetben hasonlít az ő mennyére, az após pedig a vejére, vagyis mindenki olyan nőt vagy férfit veszel, vagy megy hozzá, amilyen az ő édesapja vagy édesanyja volt. Mi arról beszélgettünk, hogy a saját feleségünk, társunk és anyánk között van-e hasonlóság, és nagyon sok hallgató is írt egyébként, hogy felfedez hasonlóságot mondjuk a saját anyósa és a saját felesége között. És adtunk az egészséges táplálkozásnak, megbeszéltük újra, hogy nem az adtál. Igen, hogy miért jó az abot enni ezeket a pillanatokat, most megmutatjuk úgy. Csak mondom, hogy Robredo megverte Djokovicot, Feri. Kicsoda? Robredo. Az ki? Teniszjátékos. Ja. Bizony. Azt hittem, hogy ment az utcán, szegény Djoko lement kenyérre, és jött ez a Robredo. Jött ez a Tony Robredo, azt jól megvertem. És tudod, mit teszik? Naponta ötszer Robredo? Zabot! Na. Így van. Zabot apám szőlőmag örleménnyel. Bizony. Egyébként, ha rahagyjak meg, csinálok zabkását a hétvégén. Na, most megfertőztél. Most komolyan mondom. Bántottál, megmartál, és mit csináltál? Megkívántad. Most látod? Ja nem. Ahogy én csinálom, úgy nem. Ja, úgy nem, nem, de hogy... De tényleg, csinálok zabkását. Jó is ez. Tényleg jó. Csabikám, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok! Itt a szerkesztőségben is hallgatják a műsor természetesen, és a technikusunk a Dudi mesélte, hogy volt egy ismerőse, akit úgy hívtak, hogy hol is. És képzeljétek el, az bemegy valahova. Jó napot kívánok, hol is vagyok. Uram, hát itt az irodában. Nem, hol is vagyok, uram, most tényleg szegény. De kedvencem akkor is a Szamba című film, de Koltai Robinak a filmje, Szamba Otto megváltoztatta a nevét, hogy nehogy már úgy hívják, mint apját, Szamba Tibor. Tehát, hogy nem a Szambát változtatta meg, hanem a keresztnevét. Igen. Klasszikus. Mi újság? Amúgy. Semmi? Jókat nevettem ezeken a neveken. Már mi is kapjuk az évet, gondolom ti is a Bennett miatt. Tehát a Romeóval mondták, hú, hát szegény gyerek mit fog kapni. Szerintem az a legszebb név. Hát főleg ezekhez képest, hogy miket választhattunk volna itt még. Vannak, igen, igen, igen. Azt hívják, hogy Sebestyén Balázsnak hívnak, nem szeretek telefonintézni semmit, mert nem vesznek komolyan. Na, ilyenkor utálom a neve. Ne szórakozz a telefonbetyel. Igen. Jól van, hívjuk gyorsan a naphallgatóját. És igen. Nem tudom, mit akartam. Hát, hogy örülünk neki, ha fölveszi majd. Igen? Balázs, hello, morning show. Hello, szia, Norvi vagyok. Hello, érdekes hangok jöttek ki a telefonodból. Hello. Igen. Nem mondtad, hogy nem azt nem mondtad, hogy... Mondtam, hogy morning show, úgy vettem föl. Aha. Nem, az sajnos nem. Legalábbis át nem jött valami. Nem jött át, mert pont kihúztam a headsetet. Nem mondod. Pedig gondoltam, hogy ti vagytok, tudtam, mert pont hallgattál a kiküteket. Igen, igen. Ugye beszéltünk... Mondjad? Na, azt nem. Semmi. Ja. pedig tőtél valóban kimondtam, csak pont kihúztam a helyzetet, gondolom, annyi idő volt, hogy kapcsolat a telefon. Igen, igen. Azt írtad, hogy ugye beszélgettünk arról, hogy milyen kapcsolat van az anyós, a menny és az após és a fej között. Érdekes SMS-ek jöttek. Igen, te nagyon szép SMS-t írtál. A párod hallgat most, hogy beolvashatom. Nyugodtan beolvashatod. Imádom az anyósom. Azt mondja, hogy igen. Hogy van? Imádom az anyósom és a menny közötti kapcsolatot. Mindketten fent vannak. Igen. Nem volt jó a viszony? Nagyon? De, csak vicc volt. Egy csak humorizáltál. Így van. És még mindig van akkor, még mindig van. Persze, tart is jelenleg is, igen. Jó van, Orbika, mert te vagy a naphallgatója, ajándékcsomagot nem tudunk adni, de viselheted ezt a kis címet. Nagyon sajnálom. Tessék? Szerettél volna?
persze, úgy nagyon, és vártam is egyébként, és valóban mondtam is, úgyhogy ez nem is értem, hogy hogy nem ment át. Nem. Tényleg mondtam. Tényleg, semmi nem jött át. Hát nagyon sajnálom. Köszi, hogy minket hallgatsz. Jó, hát én köszönöm. Köszi, ciao. Hello. Ciao, ciao. Nem mondta, nem? Hát nem. Ugye, hát ha mondta, és nem hallott. Semmi nem jött át, igen. Csabikám, remek zenéid lesznek? Csak azért ajánlom, nem a legújabbak közül, hanem a legutóbbiak közül Kasszatibi slágerét, hogy elmondhassuk megint, hogy hétfőn, azaz 3 nap múlva a klassz nyár idei utolsó állomásán a debrecenieket várjuk a Kossuth térre, ahol Kasszatibi is felfogja többek között. De jó vagy. Bizonyám, 10-kor. Táncoljuk még, elének meg ezt a Hello idegen. Vastag Csaba, Vastag Tamás, aztán egy Napóleon Bulvár, Ergo és Hooligans. És hát onnan megyünk mi is. Ti is, kívánság műsor is, Piros is. Ez a Napóleon Bulvár még van? Persze, nagy sikerrel koncertezik. Komolyan? A zenekar. De voltál te valaha a 80-as években Napóleon Bulvár koncerten? Nem, és ennek egyik pillanatát se bánom. De hogy olyan 5 órától ők ott lesznek, gyerekek. Akik utólag ismerték meg a zenekart, és nem lehettek ott. Hát azok most hogy örülnek? Sőt, azok is, akik szerették a zenekart, és ott is voltak minden bulán. Én álltam kijönni, jó lesz. Én álltam még koncerten a Vince Lilla mögött a nadrágja miatt. Hát az igen, volt. Igen? Jó szabású nadrág volt. Jó kis nadrág. Egyébként nagyon jó zenészek. Kiváló zenészek. Most milyen dalok, tehát az tetszik-e, nem tetszik, az teljesen szubjektív, de egyébként nagyon jó zenészek. Igen. 5 órakor lesznek, aztán Ergo és Hooligans majd este 8:30-kor a Kossuth téren. Mi a recept? Kérlek szépen, Sziget van, ma este találkozunk az Ocsó Macsó, az Alvin és a Mókusok koncertjén, és még ajánlanám a Parnograszt fellépését, jó? Nem telhet úgy el, Sziget, hogy ne legyek a Parnograszt. Tudod, azon mindig összefutunk. Na, ez lesz ma, és mivel Sziget van, ott van ital és van kaja is. Van hát a kajákról már beszéltünk egy csomót, hogy igen. Nem mind üti meg a mércét, de nem, van egy, viszont van egy, ami megüti, ez pedig a kecskeméti és parhelten sült lepény. Ó, ez jól hangzik. És kiszedtem a csajokból, én régen ismerem őket, az eredeti rendes lepényt. Nekik az a különlegességük, hogy ők fával fűtenek még itt kint a szigeten is a sparhelt alá, ezt mondjuk nehéz megoldani otthon, de egy kicsit egyszerűsítettük. Nem úszadéka, parkettával. Rendes ízét, hogy fölszedik a nagy színpadnak a borítását. Lakkozott parkettával. Nagy színpadnak a borítását fölszedik, úgyhogy kiszedtem a lepénynek magának a receptjét, ezt otthon meg lehet csinálni, és tényleg nagyon jó ilyen fesztivál kaja, általában ott, aki nem jutott el a fesztiválra, azt csináljon otthon egyet. Kicsit romlott a kaja minősége a szigeten, észrevetted? Szerintem nem kicsit, én nekem ugye? Van egy kedvenc indiaim, azt belekóstoltam tegnap előtt, mondtam nekik, srácok, ezért kár volt már az én részemről. Olyan sok hamburger, sok hotdog, sok tucat, ezek a fánkok, gyros. Az lehet jó, az is. Biztos tudom. Az fogy, és azért van ebből a legtöbb, de régen a sziget híres volt arról, hogy kajasorok, és jó kaják, igen. És bega kaják, igen. És valahogy vannak most is, csak úgy nem olyan. Annyiféle. Nyilván mindenki ráment arra, láttad, hogy tavaly mindenki egy nagy hamburgernél áll, és mindenki ekkora hamburgert árul, igen. 5 kilós. Hát nyilván azt adják, ami jól megy, meg fogy, persze. Hát igen. Csak. Na mindegy, megcsinálja, aki szeretné. Ja, otthon. Ezt meg lehet. Jól van, te is jössz Debrecenben, ugye? Hogyne, már vasárnap este találkozunk, ígértem a Ferinek, hogy megkóstolunk egy barackpálinkát. Lesz szerintem nálad? Mit terem hozol? Ja, ne, hozok, mindig van. Hozom, persze. Mondom, ne az enyémet ígyük meg. De vasárnap este te még belenyalsz a szigetbe, nem, vagy már? Én ősz? Már nem nyalok. Szombaton nem záró? Nyalok, én már sehova, én szombaton sehova. Nagyon belenyalok, utána visszaszerzem a gyerekeimet, és akkor egy kicsit ott regenerálódunk együtt, és aztán és akkor jössz este. Jól van. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, ha valaki szeretne dalt kérni, mi pedig jövünk, hétfő 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.